Karinti Frigyes Tanár úr, kérem! Kosztolányi Dezső emlékének Bevezetés Az udvaron keresztül belopóztam, fél tíz után járhat az idő, most a folyosók kihaltak és konganak, csak néha, amikor egy becsukott ajtó előtt elmegyek, csap kifelém a zümmögés, és egyszerre mélyen és igen komolyan elszörül a szívem. A második emeleten, jobbra a tanári szoba mellett, a hatodik B osztály ajtaját kinyitották levegőzés miatt. Leveszem a kalapomat, zsebre teszem. Aztán óvatosan bemegyek az ajtón, félrefordított fejjel meghajtom magamat a katedra felé, és nesztelen léptekkel hátravodulok. Az utolsó padban a kája mellett üres egy hely. A tanár nem nézett rám, rendben van, legyintett egyet, azt hitte ide tartozom. Én vagyok az, aki öt perccel előbb kiment. Neztelenül megkerül a köpőládát és a szemétkosarat. Rálépek egy fél kiflire, óvatosan megfordulok, és beülök az utolsó padba. Vörös szőke, szeplős fiú mellettem. Hú, igen, igen, és majdnem felkiáltok örömömben, meglepetésemben, boldogságomban, hiszen ez a Büchner, milyen-milyen régen nem láttam, hol jártam én, Istenem, milyen borzasztó álmaim voltak. De most itthon vagyok megint, a jó, igazi valóságban, az én valóságos életemben, amiből nem volt jó kimenni. Hú, itthon vagyok, én vagyok, az Karinti Frigyes a hatodik B-ből, hát persze, micsoda ostobálom volt az egyszerre minden szag ismerős, remegve nyúlok be a padba, és kihúzok egy füzetet. Egy pillanatig káprázik a szemem, de aztán világosan elolvasom. Az én nevem, hatodik B, magyar dolgozatok. Büchner, édes Büchnerkém, hogy vagy te drága vörös ember? Büchner kisé csodálkozva néz rám, nem érti, minek örülök úgy, hogy értené. Pszt, mondja, meglök és mérgesen néz rám oldalt. Persze, én itt lármázok, mikor odakint felelnek. Kifelel, – Stej van a bódog, és aztán? – neki lesz baj a belőle. – Édes Büchnerkém, nem érted, alig tudok uralkodni az örömömön. Büchner nem érti, hogy lehet valaki ilyen marha, azt mondja, minek röhögsz, úgy tudod, hogy pikje van rám. Azt hiszi, én balondozok, és azon röhögsz. – Különben pedig miért nem férsz a bőrödbe? Psst, lassan beszélj! – Hát idehallgass, édes Büchnerkém, milyen marhaságot álmodtam, és most boldog vagyok, hogy csak álmodtam azt álmodtam, hogy én nem vagyok már 16 éves, hanem sok év telik múlik, és tudod, és sok zavaros és zagyva dolog jön, egészen másképpen, mint ahogy én most elképzelem. Tudod, álmom a leérettségiztem, képzeld. Na és örülsz, hogy csak álom volt a hülyők, bár már túl rajta. Szóval leérettségiztem, és kiléptem az életiskolájába, amiről lenkei tanár úr szokott beszélni bizony, nem is tudom, hányodik osztályban jártam az életiskolájának, de nagyon sok osztály volt, és úgy volt, psz, ne ord, egy csúnyi, de nézés kihívata, milyen pikje van rám. Szóval úgy volt, hogy már 27 éves vagyok, és ülök egy kávéházban, és nem jól éreztem magam, képzeld, pedig mostanában hogy szerettem volna 27 éves lenni? Szóval a kávéházban ültem, és úgy volt, hogy tényleg egy író lettem, ami lenni akartam, is, már sok könyv megjelent, és ismertem személyesen Bródi Sándort, és elfogulatlanul beszélgettem Molnár Ferenccel, és autogramot kértek tőlem, és képzeld, még se éreztem jól magam, nem furcsa. Szóval kiderült, hogy érettség után nem olyan jó lesz, mint hittem. És amint ott ültem a kávéházban, esett az eső, és minden szomorú volt, ekkor én egyszerre álmomban, és azt gondoltam, hogy ez mégiscsak lehetetlen, hogy én már 27 éves vagyok, és minden így megy, és egyszerre eszembe jutott az osztály, és hogy hiszen én tulajdonképpen a hatodikba járok, és nekem még sok dolgom van, meg kell csinálni a mértani rajzot, át kell néznem a történelmet, és közben gondolni kell a jövőre, ami nagyszerű és csodálatos lesz, mert hiszen még csak 16 éves vagyok. Szóval jól átgondoltam mindent, és világosan rájöttem, hogy én most nyilván csak álmodom, és méghozzá nem valami szép és dicsőséges álmod, hanem egy elég kellemetlen és tökéletlen álmod, és hogy a legokosabb, amit tehetek, ha erőlködöm és fölébredek, és átnézem a mértant, és bejövök az osztályba. Az esős ablaküveghez szorítottam a fejem, és erősen elhatároztam, hogy most felébredek, és egészen más szemmel nézem majd azt az igazi életemet a középiskolában. Nem látom olyan keservesnek és fárasztónak és nyomasztónak, hanem figyelni fogom benne mindazt, ami benne kedély, és humor, és emlék, és szép fiatalság, amit innen, ebből a távolságból olyan tisztán látok már. Megnézek mindent jobban, mint eddig, és nektek, Édes barátaim, kedves középiskolai tanulók, újra megmutatom, és figyelmeztetlek benneteket, hogy mennyi szín, és furcsaság és élet mindez? És mennyi emlék, és mennyi remény? Reggel hétkor. Krrr, prrr. Mi ez? Mi ez? Mi ez a rettentő csengetés tűz van. Ezek nyilván tűzoltók. Szólni kellene az Erzsének, hogy olcsál a lámpát. Biztosan begyulladt a kredenc. Dehogy, hiszen ez a vekker, a vekker csönget. De hiszen akkor fél hét van már. El kellene kellene. De hisz ez lehetetlen. Hiszen csak most feküdtem le. Mi van ma, szerda? Magyar-német mennyiségtan, földrajztorna. Ez öt. Rendben van, akkor még alhatom öt percet. Magyar-német mennyiségtan, földtan. Gyű hiszen én még nem csináltam meg a térképet. Szeruzám van, megvan már. Most ki kellene húzni a Magyarország határát. Tű, hiszen át kellene olvasni még a földrajzot és a magyart. Föl kellene kelni. Felkelés van. Felele, felele, felele. Fel... fel. <coughs> Mi ez? Csak nem alszom el megint. Ezt még se lehet. Felelés, Mákos, tanár úr és Magyarország határa. Hát kérem, Bauer, csak nyugalom. Csak nyugalom, kedves Bauer, azért nem muszáj elsietni a dolgot. Nem kell kapkodni, meg lehet csinálni azt a felkelést szép nyugodtan, biztos kézzel, előkészítve. Az is rohant ki, csak úgy az ágyból, hanem elő előkészült. Kérem, tanár úr, én készültem. Arra semmi szükség nincsen, hogy az ember azért mindjárt kidugja a lábát a takaró aluli idegbe. Persze, a harisnya, ez fontos, ha fel akar kerni az ember, de csak óvatosan, kedves Bauer, csak óvatosan, így szépen lenyúl az ember a szék alá, óvatosan felkaparja a harisnyáját, így behúzza szépen a takaró alá, hogy én minek dugjam azért ki a lábam. Nevetséges, itt is fel lehet húzni a takaró alatt. Na, ugye? Gyűj ott oldalt bejön a hideg. Kapitány úr, kapitány úr, léket kapott az ágy, némó, kapitány, mindjárt elsüllyed, ezt be kell tömni. Jó, de jó. Na, hát ez megvan. Fent van. Hát ez kemény munka volt, ez igen. Ezután néhány percnyi pihenés következik. Hiszen a nehezén túl vagyok, most már csak a cipő és a ruha. Erre lehet pihenni néhány percet. Pihenni szükséges. Úgyis beteg vagyok. Ilyen tisztelt tanár úr, fiam a gyöngélkedése következtében nem vehet részt az előadáson, tisztelettel Bauer Károly. Bár ez nem valószínű. Bár azért a földrajzot mégis át kellene nézni, és kihúzni tussa. Bár miért kellene azért fölkelni? Tegnap egyszer átnéztem részint, úgyis mindjárt fölkelek, és megnézem. Most már mindegy. Nevetséges. Egy oldal különben is az egész, másrészt, de azonban gyöngélkedem is. Nem csak átnézem én aztat, hanem még itt az ágyban elmondom emlékezetből aztat, ahogy tegnap átolvastam. Mert én nem henyélésből fekszem, kérem, tanár úr, hanem hogy elmondjam magamban a földrajzot. Nekem itt sürgős és halaszthatatlan feküdni van itt az ágyban. Ezt rögtön el intézni. Ezt a fekvést. Mert már 7 óra is lehet. Tehát Norvégiát délen határolja Dánia, nyugaton a Balti-tenger, és Dánia fővárosa, és főváros Dániája. Kezdje előről Bauer maga szerencsétlen. Kérem, tanár úr, én készültem. Tudtam, de elfelejtettem. Ne felejtsen, Bauer, mert magának felelnie kell, mert maga Dániából négyesre áll, és az Intőkonferencia már össze isült. Fogd be a szád, Bauer. Igen, és az Intőkonferencia ott ül már Dánia határán, és tanácskoznak. Még csak a hadvezért várják, és a csatát azonnal megkezdik. Tehát mi, Német Alföld fővárosa? Bauer, fogd be a szájadat, és ülj ide az ágyú mellé, most te vagy az ágyú tüzér, és te neked kell megvédeni Norvégia határát. Hát jó, ha nekem kell megvédeni, adjanak mellém ezer kipróbált derék kovbolyt, mindegyik egy-egy mozigéppel, majd én megmutatom nekik. Hajrá, hajrá, derék fiúk, fel a csatába! Adjatok egy lovat Bauer alá. Na most, hadaink már bent járnak Dániában. Én azt hiszem, igazgató úr, mégiscsak ez a Bauer fogja megvédeni Norvégia határát. Mennyiségtemben rosszul áll, az igaz. De húsz saslengés csinál a nyújtón, és mint fővezérnek ez kell. Na, Bauer, hát akkor csak neki, édes fiam, foglald el Dániát, így még kiavíthatod a négyesedet. Jó, nem bánom, tanárul, tábornoki tábornoki ruhám megfelel, így. Hát most utánam, fiúk, maga Mákosi tanár úr, maga lesz a segédem, de vigyázzon, hogy mit parancsolok, és fogja be a száját. Így. Üljön fel ide hátra a lovamra, és kapja el, ha golyoljon. Majd adok én magának. Ne feleseljen, tanár úr, tanár úr, nem készültél. Hát mondd meg, tanár úr, mi a fővárosa Dániának? Na, ugye? Nem tudod. Dánia főváros a Budapest, miután én most elfoglalom és hozzácsatolom Magyarországhoz. Ülj le, tanár négyest kapsz. Hát Hol is van az a Dánia? Hol is van? Az bizonyos, hogy valahol van. De nem találom. Jaj, jaj, tanár úr, nem találom Dániát. Hogy foglaljam el? Persze, hogy nem találod gazember, miután nem húztad ki tússal Magyarország határát a térképen, hát most nem látni, hol kezdődik Dánia. A kadonák ott állanak a határon, és nem mernek átlépni, mert félnek, hogy belépnek a túlsba, mielőtt megszáradt. Na, megállj, az ember bauer, ezt te csináltad. Le a fejeddel, le a fejeddel. Hóhér, vágja le gyorsan a fejét azzal a cigarettavágóval. Jaj, jaj, hóhér úr, én készültem. Jaj, jaj, Erzsi, Erzsi. Er. Na, mi az úr? Mi? Maga még az ágyban van? Hiszen nyolc óra van már, a nagyságos úr már el is ment a hivatalba. Tű, ezt elaludtuk megint. Tű, mi lesz itt? Még jó, hogy a harisnyán fenn van. Elkéstem. Nyolc órakor még homályos a reggel, és homályosan bugdácsolnak álmos fejemben a másnap esélyei és minden lehetősége. A középiskolai tanuló élete. Nyolc éven át napról napra megújuló harcba szállás, halálos veszedelem minden reggel pontban nyolckor a véletlenek és ravasz kelepcék és elhatározó események hullámzó harcterére kiront, sebeket kap, sebeket oszt, néha elvérzik. Másnap újra feltámad? Kezdi előről. Minden reggel új fegyverzet és új haditerv. Furfangos és végtelenül komplikált megfontolás, amiben százféle ok és okozat kombinálódik. A fegyverzet ma hiányos. Éppen azért gondosan kell összeválogatni. Első óra mennyiségtön. Az irracionális egyenleteknél tartunk, de a múlt órán még nem fejeztük be. Felelés eshetősége 25-27 százalék. Ebben a kis százalékban szerepet játszik az a körülmény, hogy sokan még nem javítottak, s hogy frőlich, megbízhatatlan jellemű, ingatag és gyenge akaratú ember, aki a múlt órán talán még maga is azt hitte, hogy jövőre tovább magyaráz, és most egyszerre, szinte öntudatlanul feleltetni kezd. Az emberi lélek mélyén vannak ilyen kóros tünetek, amikkel számolni kell. Szerdai nap lévén, én Istenem a mennyiségten után két óra mértani rajz. Hiányzik a szép a görbeléniám is hiányzik, amit pedig ma összeírnak. Gutman ígért egy gumiguttit, azt elkérem. Vörös Marti szépségei. Na igen, vörös Marti szépségei. Tudom, tudom, ma ez a tét, kettő vagy semmi. Csak a másik felét néztem még át, de még van tíz perc a magyarul előtt. Az húsz perc. Most, még az iskolába érek, átgondolom magammal az első felét. Nyertem tizenöt percet, az alatt beröpülöm vörös Marti nyelv szépségeit, elkérem Gutmantól a gumiguttit, és még a történelmet átszaladom. A füzetem nincs meg. Tanár úr, kérem, a fiam ma gyengélkedett, a mennyiségtani dolgozatot nem készítette el. Igen, tisztelt tanár úr, fiam gyengét szervezetének ápolása hosszabb időt vesz igénybe, mely idő alatt házi orvosunk a mennyiségtan dolgozatoktól való tartózkodást ajánlotta. Hát, ez semmi. Ezek csak olyan ábrándok, megvalósíthatatlan kötképek. A rideg valóság nem az. A rideg valósághoz szívós elszántság és lélek jelenlét kell, és kell hozzá Gutman megint, akinek a füzetéből öt röpke perc alatt átírom az egészet. Bár mit ér nekem, ha megvan a dolgozat, ha egyszer a kamatos kamatot úgy se tudom, pedig ha felelés van, az csak abból van, az tiszta sor. Ne ábrándozz, hanem cselekedj. Most pedig, Ennyi, jó lesz sietni ezzel az úrral, aki most szemben 8 óra 5 perckor szoktam találkozni. Hát lássuk, csak szedjük össze a gondolatainkat, mert a perc közel van, szóval csak a szépia kell és a lénia. Ezzel szemben a Vörös Marti, mint tudjuk, klasszikus tisztaságban tartotta a nyelvet, szavai kristályos tökéletességgel. Mit csinálnak a szavai? Szent Isten, hiszen azt se tudom. Meg kell gyorsan nézni, mit csinálnak Vörös Marti szavai kristályos tökéletességgel. És Nagy Lajos, Szent atyám, gyerünk, ne zavarjuk össze mindent. Vörös Marti Kristály tiszta szavakkal elkérte Gutmantól a gumiguttit, de a Gutman nem adja. Akkor tisztelt tanár úr, fiam a gyöngélkedett, és nem bírta elhozni a gumiguttit. Még van egy eset hátra, hogy kigyullad valami, vagy valamelyik tanár meghalt, és hazaküldik utána az egész osztályt. Na mi ez? Szívem nyugtalanul kalapálni kezd. A bejárat előtt nem áll senki. Az egész épület gyanúsan, fenyegetően csendes. Csak nem, 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 az nem lehet, az csak nem történik velem. Minden esetre jó lesz sietni. Az első emeleten csend, hallgatnak a falak és a lépteim konkanak. Nincs kétség benne, a szörnyű, az elképzelhetetlen megtörtént, itt már lecsengettek. Most még csak egy lehetőségem van, talán még nem jött be Fröli. Az üres folyosókon hegyen lopózom az osztály ajtaja elé. Fülemet óvatosan tapasztom a kulcsukra. A lemondás keserű vonása görbíti le ajkam. Oda bentről egy hangú csönd beszél mindennél érthetőbben. Hát, ezen már nem lehet segíteni. Talán még nem írtak be. Lassan benyitok. Fröhlich egyetlen szót sem szól, csak valami kegyetlen elégtétel villan át rajta, míg szerényen és udvariasan bevánszorgok a padomba. Az osztályon az elszörnyedés halk moraja fut keresztül. Fröhlich lassan előveszi óráját és megnézi. Könyveimet belököm a fiókba. Büchner, aki mellettem ül, előre a tábla felé az arcán a mennyiségtani tudományok iránt érzett mély és kielégíthetetlen szomjúság csak én látom, hogy a szája kisé balra húzódik felém, és a fogai közül csak én hallom a sziszegést. Beírtak a hiányzók közé. Jobbra húzom a szájam. Előre meredek, a matematikai tudományok összességével szemben táplált elfolythatatlan érdeklődés ül ki az arcomra. A fogaim közt sziszegem. Tovább megyünk. Büchner balra sziszeg. Nem, felelés. Eladom a könyvem. Ennyi könyvet viszel már magaddal? kérdezi apám, és amikor én lemondóan bólogatok a nagynéném, aki szintén jelen van, németül szidni kezdi az iskolát. Csupa Schwindler! Drága és új könyveket szerkesztenek, amiben semmi új nincs, és rákényszerítik a szülőket, hogy megvegyék. Bánom is én csak az utcán legyek. Letérek a múzeum körútra és a Károly körútra. Ez a mi utcánk, az antikváriumok egész rajvonala. Megyek előre, ódom alá csapom a füzeteket és a könyvet, a kritikus könyvet kényelmesen átlapozom menet közben, mintha otthon ülnék. Ebben nagy praxisom van. Megyek az iskolába, és az utcán tanulok, még írok is néha. Tehát lássuk csak. Ez a tavalyi természetrajz ötödik kiadás, lényegesen javítva, átdolgozva. Lényegesen átdolgoztam magam is. A hátulsó fele levált, annyi baj legyen. Az első fedelen egy mértani rajz. A 178. lap sajnos hiányzik. Az ember csontváza, 87. ábra, sajnos. Igen, kemény ceruzával rajzoltam a cilindert, és a szájába csutarát nem lehetett kiradírozni. A rossz már tavaly, mikor még ifjú voltam, és nem gondoltam a jövőre, oda meg direkte tussal festettem rá a bajuszkötőt. Dörzsöltem, dörzsöltem az igaz, de mit ér az? A rozmár kilukat, a bajuszkötő mégis látszik. És vagyok melyik beszámíthatatlan ostoba percemben jutott eszembe, hogy az egész 172. lapot kőpórral bedörzsöljem, míg vékony lett, mint a sejem papír. Mert hogy az állatvilági statisztikai térkép közepéből egy ötszög alakú hosszúkás darab hiányzik, az igen, rendben van, arra emlékszem. Akkor repülőgépet szerkesztettem, és kellett a kemény papír de a tartalomjegyzéket igazán nem kellett volna körös-körül kicsipkézni, nehéz, verejtékes munkával, hogy aztán egy vékony pálcikával összesodorjam az egészet, amit képtelenség kisimítani mindig visszakunkorodik. Egészben véve azonban igen csinos könyv. így egy kicsit messziről nézve félig be, úgy szemben nagyon takaros, rendes könyv. Na, látszik, látszik, hogy horták, de ez egy olyan kedves, szerény, jó könyv. olyan a két korona hetven fillér, Megmagyarázom annak az embernek, hogy ha a fedelet leradírozza, eladhatja új könyvnek. Egy kicsit csal, mit tesz az? Ha ő kérdez, egy koronát kérek, ha nem kérdez, csak mond egy összeget, húszszal többet kérek, mint amennyit mondott. Állok egy két percig a kirakat előtt, és az üvegen át tanulmányozom a terepet. Kicsi öreg ember. Szemüvegen átnéz valami képet. Kilencven fillérért is odadom. Komoly öreg ember. Hirtelen nyitok be. Az öreg most beszél valakivel. Oldalt néz rám, nem köszön, mikor belépek, ismeri már az emberét. Nem zavarom, állok türelmesen. Köhögök. Egyszerre végtelen bús kis tölti el a szívem. Magamban szeliden, könnyes megadással simogatom az öreg ember lelkét. Te hideg, kemény öreg ember. Érsz meg a szegény, szegény, szegény diákot, aki hetek óta csüggetted és reménytelenül szeretne már úgy szeretne egy kis törmelék csokoládét, egy kis gumit, amiből csúzlit lehetne csinálni. Egy rendszerű matricát, egy építhető papírházat, és pénzt, sok pénzt, egy koronát, kettőt, magáért a pénzér lárpurlárt. Látod, én írtelek téged, ember tudom, én tudom, hogy magadnak is annyiban van, hogy nehéz a dolgod nagyon, és hogy ez a könyv piszkos. És látod, én odaadom neked hetven fillérért. Az öreg ember közben tovább tárgyal. Hozzám nem szól semmit, értjük mi már egymást. Hirtelen kinyújtja oldalt a kezét, és én beleteszem a könyvet. Beszél a vevővel, megforgatja két ujja közt a könyvet, rettenetes undorral kinyitja, Istenem! Igen, éppen a rozmárnál nyitotta ki, és ott van a kőporos oldal. Hatvanért odadom neki, egy fene! Lelő ki az asztalra. Régi kiadás, és szakadt, hiányzik. A világ elsötétül előttem. Ezt használják a markóba, mondom vaddatszal, elszorult torokkal. Tudom. És tárgyal tovább. Levegő vagyok. Tétován, percekig állok. Embertelen keserűségül a mellemen. Harmincért odadom, szólok végre halkan. Az antikvárius tovább beszélget a vevővel. Két perc múlva felel, mikor már nem is számítottam rá. – Negyven fillér, – mondja, de nem fordul felém. – Rövid számadás. – Ez még mozira se elég, de a perc elhatározó. – Bátran, gyorsan, fejest a helyzetbe. – Utánam az az önvíz. – Hirtelen előkapom a vadonatúj stilisztikámat, ami ma is kell. – Ezért mennyit ad? – Összesen egy korona és hatvan fillért fizetnek ki a kasszánál. Ó, a stilisztika kellett neki, a nyomorultnak, a sátánnak, az én idei stilisztikám, azt elhiszem, kapott utána, elvitte, kikapta a kezemből, nem is volt idő meggondolni. És most mi lesz? Mi lesz? Mi lehet? A pénzt itt szorongatom a kezemben. Holnap visszaveszem a stilisztikát. Kérek ehhez a pénzhez még egy koronát léniára, és visszaveszem. Holnap elmegyek címet írni, falat hordani. Holnap beállok hajósinasnak. Holnap visszaveszem a stilisztikámat. A jó tanuló felel. A jó tanuló az első padban ül, ahol hárman ülnek. Ő középen, a jó tanuló Steiman. Az ő neve tisztán egy ember jelzésére szolgál, szimbólum ez a név. Ahány fiú az osztályban, annyi apa ismeri otthon ezt a nevet. – A Steinmann miért tudja megtanulni? – kérdezi otthon 32 apa 32 fiútól. – Kérd meg steinmann hogy magyarázza meg! – mondja az apa, és a fiú valóban megkéri a steinmann -t. A Steinmann minden tud előre, még mielőtt megmagyarázták volna. Matematikai lapokba dolgozik, és titokzatos szavakat tud, amiket csak az egyetemen tanítanak vannak dolgok, amiket mi is tudunk, de hogy Stejman tudja, az a biztos, az az egyedüli helyes, az az abszolút. Steyman felel. Ez különleges, ünnepélyes pillanat. A tanár sokáig nézte a noteszt, halálos feszültségre az osztály felett. Mikor később a francia rémuralom történetét olvastam, mikor a biszet fogjai közül elszólítják a halára mindig így tudtam csak elképzelni. Az agyak utolsó véres erőfeszítésben kapkodnak lélegzet után. Még van két másodperc, azaz mindenki villámgyorsan elmondja magában a mértani haladvány tételeit. Tanár úr, én készültem, mondja az ember magában. Tanár úr, a fiam tegnap gyöngélkedett. Az egyik lehajol a füzete fölé, mint a strúc, hogy ne lássák. A másik merőben szembenéz a tanárral. Szugerálja. A harmadik idegember. Egészen elernyedésbe és a szemét. Hújjon le fejér, a bárd. Elgumayer az utolsó padban egészen elmúlik Dekman hát a mögé. Ő nincs itt, köszöni szépen, nem tud semmiről, őt írják be a hiányzók közé, töröljék ki az élők sorából, őt felejtsék el béke poraira, ő nem akar részt venni a közélet küzdelmeiben. A tanár kettőt lapoz, a K betűnél lehet. Altman, aki az évelején katonára magyarosította a nevét, e percben mélyen megbánta ezt az elhamarkodott lépést. De aztán nagyot lélegzik. Egyszerre megállnak, és a tanár becsukja a noteszt. – Stejman! – mondja egészen halkan és kivételesen. – Nehéz, felszabadult sóhaj! – kivételes, ünnepélyes hangulat. Stejman gyorsan feláll, a mellette ülő kiugrik a padból, szerényen és udvariasan áll, míg a jó tanuló kimászik a padból, mint egy testőr, néma és mellékes dekoratív szereplője egy nagy eseménynek. Maga a tanár is ünnepélyes, oldalt ül le a székre, és összetett ujjakkal gondolkodik. A jó tanuló a táblához megy, és kezébe veszi a krétát. A tanár gondolkodik a jó tanuló erre, felkapja a spondját, és sebesen törüli kezdi a táblát. Ebben végtelen előkelőség és önérzet van, ezzel azt akarja jelezni, hogy ő ráér, hogy neki nem kell most törni a fejét, ő nem fél, ő mindig készen van, ő addig is, míg a felelés kezdődik, valami hasznosat akar csinálni a társadalomnak, ő ráér gondolni a köztisztaságra, és az emberiség békés fejlődésére, és letörüli a táblát. Hát... Mondja a tanár, és gondolkodva húzza a szót, majd valami érdekes példát veszünk. A jó tanuló udvariasan és végtelen megértéssel köhög. Természetesen valami érdekes példát, az érdekes helyzetnek megfelelőt. Most úgy néz a tanárra, komolyan és melegen, mint egy szép grófnő, akinek egy gróf megkérte a kezét, és mielőtt válaszolna, megértéssel és rokon mélyen a gróf szemébe néz, jól tudva, hogy e tekintet elbűvöli a grófot, s a gróf remegő boldogsággal sejti, hogy a válasz kedvező lesz. – Vegyünk egy kúpot! – mondja a gróf. – Egy kúpot? – mondja Steinmann a grófnő. De már ezt is úgy tudja mondani ez a Stejman, annyi megértéssel, olyan okosan, csak ő tudja, mennyire kúp az, amit veszünk. Én, Steyman, a legjobb tanuló az egész osztályban, veszek egy kúpot, mivel engem, mint az erre legalkalmasabbat, megbízott a társadalom. Még nem tudom, miért vettem a kúpot, de nyugodtak lehetnek mindannyian, bármi történjék ezzel a kuppal, én is ott leszek a helyemen, és megbírkózom vele. – Különben – mondja a tanár hirtelen – vegyünk inkább egy csonkagúlát. – Csonkagúla? – ismétli a jó tanuló, ha lehet még értelmesebben. – A csonkagúlával éppen olyan határozott barátságos, bár fölényes viszonyban van, mint a kúppal. – Mi neki egy csonkagúla? – Ő nagyon jól tudja, őt nem lehet félrevezetni. – A csonkagúla is csak olyan gúla, mint más normális gúla, egyszerű gúla – Amilyent az Eglmajer is el tud képzelni, csak le van vágva belőle egy másik gúla. A felelés rövid ideig tart. Félszavakban beszélnek egymással, értik egymást, lassanként intim dialógus alakul ki a tanár és a jó tanuló közt. Mi már nem is értjük, ez az ő kettejük dolga. Két rokon lélek, mely itt előttünk egyesül a differenciál egyenletnek éteri légkörében. Egy mondat közepén eszmére a tanár, hogy miért is beszélgetnek ők, hogy ez egy felelés, az előmenetel megítélése. A jó tanulónak be se kell fejezni ezt a mondatot. Minek befejezni? Maradt a -e szemernyi kétség afelől, hogy be tudja fejezni? A jó tanuló szerényen és illedelmesen ül le. A következő percben már roppant érdeklődéssel figyelő a következő felelő szánalmas dadogását. Egy szónál gúnyosan és diszkréten elmosolyodik, és a tanár tekintetét keresi lopva, hogy még egyszer összenézzen vele, és a tanár lássa, hogy ő, bár nem szól, arcizma se rándul, e gúnyos mosolyban jelezni óhajtja, mennyire tisztában van vele, milyen marhaságot mondott a felelő, és hogy mit kellett volna felelnie. A rossz tanuló felel. Nem, már nem lehetett számítani, igazán, hiszen számított rá, persze számított, sőt, múlt álmodott is ilyesfélét, de álmában magyarból hívták ki, igaz, hogy úgy volt, mintha a magyart is frőlik tanítaná. Álmában elintézte az egész kérdést a párhuzamos vonalakról felelt felesre. Mikor kimondják a nevét, nem hisz a füleinek, Körülnéz. Hát, ha csoda történik, hát, ha csak agyrém, nyomasztó lidérsznyomás volt, hogy ez az ő neve, és most felébred ebből az álomból. Aztán egy csomó füzetet felkap a padról. Míg végigmegy a kis utcán a pacsrok közt, ezt gondolja. A plusz B egyszer A minusz B egyelő A négyzet minusz B négyzet. Ezt fogja kérdezni. Biztosan ezt fogja kérdezni. Ha nem ezt kérdezi, átmegyek különbözeti vizsgával a polgáriba és katonai pályára lépek. Közben megbotlik és elejti a füzeteket. Míg a földön szedeget, háta mögött felzúg az obligát nevetés, amit ezúttal senki se tilt be. A rossz tanuló törvényen kívül áll, rajta lehet nevetni. A tanár leül, és maga elé teszi a noteszt. Ránéz. A rossz tanuló görcsösen mondogatja magában. Á, e plusz bészer. Veszi a krétát. A tanár ránéz. Készült, mondja a tanár. Készültem. Ó, igen, hogy ne készült volna. A halára ítélt is elkészült, felveszi az utolsó kenetet, és lenyiratja a haját. Hát, akkor írja. A rossz tanuló a tábla felé fordul. b 4 z plusz mínusz gyög, b 4 négy AC-szer 2 És a rossz tanuló engedelmesen írni kezdi, és mondja utána a számokat. Írja, írja, mint Ágnes asszony, ki tudja, miről van szó, látja a tételt, éppen úgy, mint akkor éjjel, mikor elaludt mellette. És fogalma se volt róla, mit jelent az egész. Igen, ez az, homályosan sejti, valami másodfokú egyenlet, de hogy mi lesz ebből? Szép lassan és kalligrafikusan ír. A négyesnek a szárát vastagítja, a vonalból, ami törtet jelent, gondosan letörül egy darabot, ez külön elmegy az ablakig a spontjáért, időt nyer ezzel. Hát, ha csöngetnek addig, vagy valami lesz, úgyse sokáig szerepelő itten a dobogon. Ezt még felírja, az egyenlőséget is szép lassan felrakja. Igen, ezt még úgy csinálja, mint más felsőbb lények, mint egy jó tanuló. Felírja még. A négy Z. A katona iskolában nagyon korán kell felkelni. Villan át az agyán hirtelen. De aztán hadd nagy lesz az ember. Esetleg kimegy fiúméba. Közben szép lassan ír még mindig nem írta le. Hozzá nem értő ember, aki ezt a jelenetet figyeli, azt hiszi, valami jó tanuló fele. De a szakértő tudja már, mit jelent az, mikor valaki ilyen határtalan gonddal rajzolja a kettes farkincáját. Halálos csend körös körül. A tanár nem mozdul. Most beszélni kell. A másodfokú egyenlet kezi értelmesen is. Összehúzott szemmel és mélységes figyelemmel nézi a táblát. A másodfokú egyenlet ismétli olyan ember modorában, aki nem azért ismétli a szót, mintha nem tudná, mit akar mondani, hanem inkább azért, mert rengeteg mondani valója közül a leghelyesebbet, a legfrappánsabbat, a legtökéletesebbet válogatja és mérlegeli. De a tanár. Ó, a tanár már tudja, mit jelent ez. Készült! Mondja keményen és szárazon. Tanár úr, kérem! Én készültem. Ezt bezzeg villámgyorsan mondja. Véres dac, lázadó kétség, meg a hangjában. Tanár, széles gesztussal. Hát akkor halljuk! A rossz tanuló nagy lélegzetet vesz. A másodfokú egyenlet az első fokú egyenletből származik oly módon, hogy az egész egyenletet megszorozzuk, és most beszél. Valamit beszél. A második mondatnál arra számított, hogy félbeszakítják, lopva néz a tanár felé, de az mozdul azon arccal néz, se azt nem mondja, hogy jó, se azt, hogy rossz. Nem szól. Pedig a rossz tanuló nagyon jól tudja, hogy nem lehet az jó, amit ő beszél. Hát akkor miért nem szól a tanár? Ez rettenetes. A hangja reszketni kezd. Egyszerre látja, hogy a tanár felemeli a ezt erre elsápad és szédítő gyorsasággal kezdi. A másodfokú egyenlet úgy származik az elsőből, hogy végig – Tanár úr, kérem, én készültem. – Polgár Ernő! – mondja hangosan a tanár. – Mi ez? Mert egy másikat hívtak ki? Ővele végeztek? – Mi ez? Hámodi? – A másodfokú egyenlet! – kezdi újra fenyegetően. Polgár Ernő fürgén kijön, és a tábla másik végén már veszi a másik krétát. – A másodfokú... Tanár úr, kérem, én készültem! Senki sem felel. És most ott áll egyedül a tömegben, mint egy szigeten. De még nem megy helyre. Neki nem mondták, hogy menjen helyre. Odvas és züllött, kitaszított szívvel áll ott. Neki nem mondták, nem mondták, ő még felel. Most végig menjen újra a pacsrok között. Nem, inkább áll hülyén. Kezed adogva babrál a táblán. A félbe maradt egyenlet roncsai közt, mint a lezuhant pilóta. A motor megpattant hengerei fölött. A másik fiú közben már felel is. Valami párhuzamos vonalakról beszél. Ez is olyan idegen és furcsa, mint minden. Amivel itt évek óta foglalkoznak körülötte. Foglalkoznak vidáman, és ruganyosan, és hangosan, és amiből ő sohasem fogod fel semmit. Néhány mondatot jegyzett meg eddig, és azokon úszott. És így áll most, még áll, reménykedik, udvariasan figyeli, amit a másik beszél, néha helyeslően bólint, legalább ezzel jelzi, hogy ő készült, ő tud. Néha bátortalanul meg is szólal, abban az illúzióban ringatja magát, hogy őt kérdezték, de csak halkan, hogy ne küldjék helyre. Aztán szerényen elhallgat és figyel. Előrehajol, részt vesz a felelésben, odaadja a krétát, buzgolkodik a felelő körül, még súg is neki hangosan, nem azért, hogy segítsen, de hogy a tanár lássa, hogy ő súg, tehát ő tud. Egy szóval nem adja meg magát. Egyszer aztán minden ereje elhagyja, elhallgat, és még egyszer a katonai iskolára gondol. Elborul elméjében, mint távoli szavak verődnek vissza a zajok. A kréta ropogása, elfolynak az arcok, és pillanatra világosan látja a végtelent, amelyről lepercben jelentette ki a felelő, hogy ott a párhuzamos vonalak találkoznak. Látja a végtelen, Nagy, kék valami. Oldalt egy kis házikó is van, amire felül fel van írva. Bejárat a negyedik végtelenbe. A házban fogasok vannak, ahol a párhuzamos vonalak leteszik a kalapjukat, aztán átmennek a szobába, leülnek a padba, és örömmel üdvözlik egymást. A párhuzamos vonalak. Igen. A végtelen, a megértés, a jóság és ember szeretet osztályában. Ahová soha eljutni nem fog. A ma felsőbb osztály, melybe elégtelen eredmény miatt fel nem léphet. Soha. A bukott férfi A bukott férfi hosszan áldogált a tanári szoba ajtaja előtt. Már mindenki hazament. Egyenként szállingóztak a tanárok is. A szolgálja mondja udvariasan húszszor egymás után, és meghajtja a fejét. Ő azonban Swickert várja, ó igen, már tizenegy óta várja Swickert, akivel röviden és nyugodtan és érctelen hangon fog beszélni. Tanár úr, ezt mondja majd Swickernek. Egy ember életéről van szó, nem akarom, hogy szerencsétlenség történjen, tanár úr, ezt ön sem akarhatja. Ön nagyon jól tudja, hogyan történt a dolog. Beszéljünk férfiasan, nyíltan. Ember az emberhez. Én akkor igen, ön tudja, mikor, mikor. Azt mondtam, hogy nyolcadik Henrik. Magam is tudtam, hogy nem nyolcadik Henrik, hanem harmadik Rihád, és már a következő pillanatban ki is igazítottam volna, mert nyolcadik Henrik csak úgy kicsúszott a szájamon, de ön nem bírálni akarom, ön csak hidegen megállapítom a tényt. Ön azonnal leültetett engem. Ne vizsgáljuk, hogy törvény és szokás szerint tette ezt, én azt akarom, hogy egymás közt intézzük el ezt az ügyet. Bemegyünk ide a tanáriba, ön áthúzza az elégtelent, és alul ezt a mondatot osztályismétlésre tik. Aztán elválunk egymástól, mint férfi a férfitől. Ön talán csodálkozik, hogy ilyen szokatlan hangon hal beszélni. Nos, hagyjuk ezt. Hogy önök engem félreértettek, azt jól tudom, zárkozott természetemnek köszönhetem. Nem volt okom nyilatkozni eddig. És mit beszélhettem egy olyan környezetben, mely még nem érthet meg engem. Így fog beszélni a bukott férfi. És Viker, aki meghökkenve hallgatta végig, egyszerre megáll, mélyen a szemébe néz, majd kipirul, és hirtelen a kezét nyújtja. Nojge Bauer, mondja Viker, elég. Én értem ön. Adja ide azt a bizonyítványt. Ön rideg embernek hitt engem, de én nem tudtam eddig, kivel van dolgom Neuge Bauer. Igen, a bukott férfi így fog beszélni Swickr-rel. Miért hát, hogy a bukott férfi mégis riadtan húzódik vissza, valahányszor nyitják az ajtót? Már kettő felé jár az idő, és a tizenegyre hazaig érkezett a bizonyítványa. Jó volna, a Swicker jönne már. Vagy miért volna jó? Hiszen ő nem is akar hazamenni. Van neki hazája? A bukott férfinak? De ime! Itt jön Swicker. Igen, beszél hátrafelé valamit, most nem lehet megszólítani. Most se. Most megy a lépcső felé. Gyerünk utána, majd a lépcsőn. Nem, a lépcső még lehet, annak semmi formája. Majd a portás ajtaj előtt. De a portás kint el az ajtóban. Nem lehet. Itt nem lehet. De mi ez? Hiszen mindjárt kimegy a kapun, és aztán... Kérem szépen, tanár úr! Tanár úr, kérem! Na, mi az? Mit akarsz? Kérem szépen, tanár úr, itt, itt az van, itt, a az van. Mi van? Hogy hívnak? Noyge Bauer. Jó, ja, te nálam megbuktál. <laughs> Na csak erígy haza, aztán majd készülj a pótvizsgára. Igenis, tanár úr. Nem fog megálltani egy kis tanulás a szünidőben. időben. És Noyge Bauer udvariásan vigyorog. Igenis, tanár úr. Alászolgája! Szervusz! A bukott férfi hallong, és megindul a körúton. Nem sok értelme van annak, hogy megindult, mert tudjon, menjen. A svikerevel beszélgetés csak valami fásult, tompa érzést hagyott maga után. Nem csalódottságot. Hiszen nyilvánvaló volt, hogy így lesz, hiszen ő nem is akar svikkerrel beszélni. <laughs> Mi dolga van neki ezekkel? Mi van még hátra? Na igen, néhány utca, ami végigmegy, néhány bolt, néhány fanyar, férfias gondolat az élet ostobaságáról, az emberek hitványságáról. Aztán ez a kis dolog. Hagyjunk hátra valami írást. Minek? Talán egy pár sort. Így. Inkább vagyok első Utikában, mint Rómában a második. Biztosan Utikában mondta ez, Cézár. Nem, nem biztos, hogy ott mondta. Ott valami más történt. Tudta, de elfelejtette. Majd így írja. Inkább vagyok a halálban a második, mint az életben az első. Igen, ez biztosan nagyon szép. Bár ő nem nagyon érti, de azok majd, azok érteni fogják. <laughs> a Bár csak értsék. Inkább vagyok a sírban az első. A bukott férfi szem előtt színes, szivárványos felhőcske ugrál. A torka elszorul, és csak most veszi észre, hogy az egész idő alatt, míg ezeket elgondolta, majdnem hangosan énekelgette magában a torna ünnepi indulójának a tenorját, amit betanult. Felhazánk hű nemzedéke... Itt a ja itt a tér, itt a tér. Ezt énekelte, közben ugrált, és viaszos vászon táskájával a falakat csapkodta. Azon kívül pedig valami nyugtalan érzése is volt, mintha elfelejtett volna valamit, amit pedig előbb el kell intézni. Mi is volt az? Istenem, mi volt? Pedig ma reggel nagyon elhatározta. Üveglénia. Nem, Gőztulpina. Nem, hisz arról nem is álmodhat egyelőre, míg, még az öt forint együtt nincs, pedig az mikor lesz legfőjebb jövő elsőjén. Aha, tudja már, ceruza hegyező. És, és még valami. Most kolbász. Most kolbász. Anyál összefolyik a szájában. Milyen furcsa neve van. Mi lehet az? Olyan barna, bütykös valami, ott lóg a csemege kereskedésben. De túl világia jó lehet. Must is, kolbász is. Egyelőre ezt. Minden nem lehet egyszerre. A kocsonyás pisztráng az még a jövő zenéje. Mennyi pénze van, lássuk csak. Itt van nyolc, mint négy hatos, meg hat krajcár is. Egy fillér, azt esetleg ellensütni krajcárnak. Összesen közel három korona. Két perc múlva megvan a ceruza hegyező, és további két perc múlva a bukott férfi ott áll a csemegekereskedésben. kereskedésben. Ebből ér, mondja, és piszkos kis reszket, amint kinyújtja. A torka meglüktet. Hirtelen elszállás. Halálos könnyelműség önti el. Meg már Meg húzd a törmelék csokoládét is kérek. A azt hiszem elég. Meg kérek húszért ementálit is, meg húszadözezer abból a vörösből. Lazac? Kérek abból is. Mindent külön, csinosan becsomagolnak, és ő hagyja, mert tudja jól, hogy nem érdemes, hiszen a legközelebbi kapulat úgy is felbont mindent. Két korona Tessék! Néhány fillért visszakap. A kapu alatt felbont mindent, és a zsebébe gyűri. Kezdi a nementálin, Vastag darabokat tör le bent a zsebben, és hirtelen dugja a szájába. Majd meg full kivörösödik. Aztán a muskolbászt teszi meg. Aztán a lazacot. Mint a köveket raktak volna a gyomrába. Mindegy, veszem, minden következik a törmelék csokoládé. Az jó, az meleg, és édes, és omlós. Ez is megvan most milyen nehéz agyomra. Most valami ami könnyű kellene, ami felüdíti, felfrissíti. Ahogy ez a narancs? Persze, drága, az utolsók közül. Mindegy. Mi van még? Kilenc krajcár maradt, mihez kezdjem vele? Kérek kilencért törökmészt! Na és most itt megy ő a bukott férfi a Nefelejts utcában. Hogy került ide? Mindegy. Megy, megy a hosszú Nefelejts utcán, benéz a kapuk alá, nehéz érzéssel belül, és nem tudja, a gyomra nehéz -e, vagy a szíve. Benéz a kapuk alá, rágja a török Mész csak rágja. Körös körül halálos üresség, céltalan élet, hideg igazságtalanság. Valami ajongó egyforma hang kíséri, végtelenül, makacsul, lerázhatatlanul, jajongó pokoli gyötrelemmel. Elhazánk hű nemzedéke. Rági a ragacsos fokhoz tapadó csiríszt, és a nyála és a könnye fuldoklon a torkán. Magyar dolgozat. Első, háromnegyedes dolgozat. Petőfi lírai költészete. Petőfi Sándor, a világhírű nagy magyar költő, mint lírikus is, kiváló helyet foglal el ebben a tejjel mézzel folyó kánaánban, melyet oly gyönyörűen jellemzett leíró költeményeiben. Petőfi lírai költészetében legfontosabb a szubjektivitás, azonban Arany Jánosnál inkább az objektivitást látjuk túlsúlyra vergődni. Míg Petőfinél olyan szépen domborodik ki a naív népies hang, addig Arany Jánosnál a népies hang háttérbe szorul, és helyét a nyelvszépség foglalja el, amely különben Petőfi gyönyörű költeményeiben is föllelhető. Petőfi lirai költeményeiben a következő szépségeket találjuk, úgy mint egy népies egyszerűség, kettő nemzeti hazafiasság, három trópusok és figurák, négy fiúi szeretet anyja iránt, öt szerelmi költészet, stb. Petőfi mindig a szubjektivitásra törekedett, és célját a legnagyobb mértékben el is érte, mert költeményei utat találnak a legegyszerűbb nép szívébe éppen úgy, valamint a paloták ragyogó és fényben úszó csarnokaiba is. Költeményeiben az aranykalászos, gyönyörű, nagy magyar alföldet látjuk megénekelve, melyet nála kívül senki oly szépen jellemezni nem volt képes, mint ahogy maga is írja gyönyörű költeményében, na így kezdődik. Szép vagy Alföld, legalább nekem szép. Mindazonáltal Petőfi nemcsak az Alföldet bírta jellemezni, de azonban a Tiszát is, és a jó Rekkocsmárost, aki alatt saját atya értendő. Egy másik költeményében még inkább kidomborította az egyszerűséget, midőn a juhász oly szamáron megy, melynek alacsonsága következtében a juhász lába földgér. Egyszer csak haja, hogy haldoklik a juhász babája, s hazasiet azonnal, hogy még életben találja, de azonban csak halottat talál elkeseredésében mit elhetett a juhásztól, tehát a botjával nagyot üt a szamár fejére. Mi csoda szépen látjuk itt ugyebár az egyszerűséget, melyel a juhász a szamár fejére üt elkeseredésében. Vannak Petőfinek viszont költeményei, melyekben ő ellentétet állít be, például Befordultam a konyhába című költeményében, midőn azt írja, hogy az égő pipája kialudott, míg ellenben alvó szíve meggyulladott míg előbb a pipája éget, most szíve ég, mely viszont azelőtt aludott. Már ezen is láthatjuk az ellentétet. Ez Petőfi lírai költészete, mely az egész világ költői között nagy szerepet játszik ennek a gyönyörű, aranykalászos nemzetnek dicsőségére. Skurek Ferenc, 6. B. osztályos tanuló Második, egyfeles dolgozat. Petőfi és a líra. 1823 szilveszter éjszakáján vagyunk. Odakünt a pihékben szállingózik a hó. De bezzeg nagy öröm dagasztja keblét a helybeli mészárosnak, kinek kiskörösön gyermeke született szilveszter szent éjszakáján. Egészen kicsi csecsemő. Fekete szemeivel, melyek még gondatlanul bámulják a szegényes szoba nyírkos gerendáit, most anyjára pillant, s nem tudja róla levenni tekintetét. Az anya szeretetteljes bensőséggel hajol a gyermek fölé, s az igazi anyákat jellemző gondossággal igazítja meg a bölcső, kemény, de fehér vánkosait. Mit sejt ezen anya? Ezen anya nem sejti még, hogy a parányi bölcsőben az egykor nagy Petőfi Sándor piheni ártatlan gyermekálmait. Petőfi. Midőn ezt a szót leírom, ezer emlék rajzik fel lelkesült agyamban. Gyönyörű költemények zengenek, bonganak, melyeket oly lelkesen, kipirult arccal olvasgattunk otthon szerető szüleink körében, s az iskolában, ahol nagyra becsült tanárunk oly szépen magyarázta el a költemények rejtett szépségeit. S lelki szemeink előtt, míg a magyarázatot hallgattuk, mint egy álomkép vonult el a napsugaras alföld, a kis tanya, a betyár, a juhász és a szab. Már. De ki felsorolni? Petőfi lírai költészetében a szubjektív, az alanyi elem lelkesíti legjobban szívünket, míg aranynál a komoly, objektív hang késztett férfias bölcselkedésre. Petőfi, mi nagy költünk, mi büszkeségünk, egyik kezedben lantal, másik kezedben csatabárdal, nyugodj békében a segesvári harctér elfelett hangyai alatt korhadó sírhelyeden. Goldfinger rezső, 6. B. osztályos tanuló. Röhög az egész osztály. Az ördög bújt az osztályba. Reggel, mikor bejöttünk, új szemétládát találtunk. Szép, nagy szemétláda, politúros. Azonnal kiderült, hogy egész kényelmesen el lehet férni benne. A szemetet természetesen kiszedjük belőle, és szépen eltrancsírozzuk a tetején. Ehhez művészi ösztön kell. Körös körül egy erő távolságban kenyérbelek jönnek. Közepére, mint valami dísztárgy, egy nagy darab szalonna hé. Mindenki rendez valamit, régi vasakat, tolszárakat viszünk a szemét kiállításra, amit belépődi mellett mutogat a dekner. A második tíz percben váratlanul kitör a cédula ragasztás. Először kelemen hátán jelenik meg egy rövid jelentés, mely tudtul adja, hogy az illető önmagát szamárnak minősíti, és ezt minden különös értesítés helyett állandóan reklamírozni óhatja. Kelemennek, aztán bizalmasan megsugja valaki, hogy elhatároztuk, hogy cédulát ragasztunk robosz hátára. Kelemen röhög magában, és csak hamar feltűz egy hasonló cédulát robosz hátára. Roboz már öt perce röhög velünk együtt Kelemen céduláján. Kelemen már fuldaklik, hunyorog a szemével, a röhögés nő, dagad, egyre vidámabb lesz, orkán fajul, de minél jobban röhögnek ők egymáson, mi annál jobban röhögünk ő rajtuk. Aztán a következő dolgot találja ki valaki. Az ember oda megy például Auerhez, aki szorgalmasan ír valamit. Liegve neki szalad, lázasan, örömtől feldult arccal, kapkodó hangon karon ragadja. Gyere, gyere gyorsan! Fuldokol és viszi magával. Auer kapkod, nem érti. mi az, mi történt? Hová? kérdi izgatottan és ilyetten, és szedi a lábát. A másik nem felel, liegve cipeli, keresztül vonszolja a folyosón, felrohan vele a harmadik emeletre. Auer agyán villámgyors iramban többféle lehetőség mozgóképe száguld. A nagybácsi jött meg Amerikából. Az igazgató hivatja, mert konferencia volt, és ott végre megállapodtak a tanárok, hogy az Auer egészen kivételes, érthetetlen zseni, amilyet egy században egyet szül csak a korszellem, és ezért rögtön ki kell adni neki az érettségi bizonyítványt és ezer korona ösztöndíjat egy nagy beszéd kíséretében, amit a tanári szobában tart az igazgató. A kultuszminiszter hivatja, aki itt van a tanáriban, direkt miatta jött, mert valaki beküldte neki Auer legutóbbi magyar dolgozatát, amit könnyek között felolvastak az országházban, és Auerrel most kezet akar fogni a kormány képviselője. A szabadkézi tanár hivatja, mert egy gazdag mecénás meglátta az ő stilizált levél alak című szépi rajzát, és 30 ezer koronáját meg akarja venni a Városligeti Feszti helyére, amit most elárvereztek. Húsz ezerért is odaadom, gondolja még hirtelen Auer, amit lihegve felérnek a negyedik emeletre. Ott egyszerre a hírvivő, aki eddig egy szót se szólt, elereszti Auer karját, és szép lassan megindul lefelé. Auer csodálkozva utána fordul. A lépcső alján már ott áll az egész osztály, és röhög. Auer egy percig áll, marhák, mondja, aztán dühösen indul szégyen szemre lefelé, Két perc múlva már őröhög a legjobban, mikor robozzal csinálják végig ugyanezt. Közben Vlach a táblára lerajzolta a kökörcsin tanár urat alsónadrágban, de különben cilinderrel a fején, amint második Józsefnek jelentést tesz az osztály maga viseletéről. Második József az orrát piszkálja és egy üveg zaherlint nyújt át aki köszöni alásan és jót húz az üvegből. Zajcsek ordít, hogy ott nem hagyják tanulni, végre fogja magát, beül az új szemétládába, magára húzza a fedelet, és orhangon énekel. Vlah jeltad! ad. Egyszerre mindenki elhagad és feláll. Zajcsek rémülten dugja ki a fejét, azt hiszi, a tanár jött be. Vad röhögés! csak megvetően kiköp a ládából és undorral magára húzza a fedelet. Hanem most tényleg belépkökörcsin. Halálos csend. Egyszerre Mindjájunknak eszébe jut Zalcsek, aki a szemétládában ül. De Zalcsek másodszor már nem hagyja becsapni magát, nem mozdul. És most rettenetes óra következik. Az egész osztály egyetlen hullámzó rekeszizom, amit képtelen előfeszítéssel szorít le a halálos röhögés. A folytott röhögés forró láza lüktet a vérvörös arcokon, és a halántékok kidagadnak. Mindenki a pad fölé hajol a csönd, melynek fenekén egy esetleges kipukkadás borzasztó réme vonaglik, ingerlően zúg a fülünkben. És vannak elszánt vakmerő gazemberek az utolsó padokban, akik még feszítik a kritikus hangulatot. A kislöbl lebújt a padok alá, négykézláb kézlábmászká kényelmesen, körös körül az osztályt, és egyenként megfogta a lábunkat. A szemét gyanúsan mozog. Kökörcsin emelt hangon fejtegeti második József érdemeit. Hátulról meglöknek, egy hangsúg rekedten a fülembe. Vigyázz, jön a padalat, lőbb már a negyedik padalat van. Mindenki felhúzza a lábát a padra. A szájunk reszket a röhögéstől. Kétségbe próbálok figyelni, hogy másra tereljem a fantáziámat. Kökörcsi lelkesen magyaráz, milyen szép dolog volt második Józseftől, hogy egy tolvonással visszavonta összes rendeleteit. anyja második Jóska, mondja Egelmeyer az utolsó percben hihetetlenül mély gyomor hangon, Auer élesen felsziszen. Löbl most ért odáig és belecsípett. Nézd, mondja valaki mellettem, kökörcsin egyik lába rövidebb, mint a másik. A szemem majd kiugrik. Most, most vége. Még egy pillanat. Robban. Ebben a percben a tanár a következő viccet csinálja. Ower, oh, mit mozgolódik maga, mint egy sajtkukac? Soha még írónak olyan hatása nem volt közönségére, mint gátját áttépő áradat harsan fel a röhögés. Percekig röhögünk, felszabadulva, hörögve. A tanár csodálkozva néz, és elnézően mosolyog magában megállapítja, hogy milyen frappáns és ellenállhatatlan humora van neki. Kísérletezem A mágnesesség és villamosság mágikus jegyében folyt le november. A fizika teremasztala állandóan tele van gépekkel, korongokkal, elemekkel, induktorokkal és dinamókkal. Borzasztó dolgok történtek. Pollákovics ráállt egy üveglábú Mire beleresztették a villamosságot, mire Pollákovicsból szikrák pattantak ki, és a haja égnek merett. Müller elmagyarázta, hogy Pollákovics, mint emberi test, jó vezető. Pollákovics szerényen és áhítattal állt a zsámolyon, mint ahogy egy jó vezetőhöz illik, és lelkeméjén Homályos örömmel villant át az elektromos áram szárnyain, hogy Müller ezek után feltétlenül kiavítja kettesre a háromnegyedét, hiszen nem lehető rossz tanuló, lám milyen szépen átvezette a villamos áramot is. Zavarosan olyan érzése van, hogy aki nem érti a fizikát, azon nem megy át a villamos áram, mely a tanár úr szolgálatában áll, és mint ilyen, tisztában van a helyzettel és az osztálykönyve. Hazamenet, hat veszek egy mágnes vasat. Ámulatos dolgokat tud a de nem vagyok megelégedve az eredménnyel. Már útközben elhatároztam, hogy otthon a patkó alakú vasat kiegyenesítem, a közepére lukott fúrok a... mondjuk az apám hegyes papírvágójával, esetleg ollóval, és iránytűt csinálok belőle, Döbüsző formában, hogy az irányt abban az esetben is mutassa, ha egészen ferdén lefelé áll, mert hiszen esetleg nagy földrengés is lehet. A házoldat billen, mint egy hajó, és én mégis tudom majd az irányt, milyen jó lesz. Lelkesen elvégzem magamban, hogy sohasem járok iránytú nélkül ezentúl. Csupa izgalmas terv vagyok, mire hazaérek, mert Eron labdát is csinálok, úgy van, és Magdemuri féltekéket, ha tudni akarjátok, és egy Leclanche csak a húgomat találom otthon, akinek lelkesen magyarázni kezdem a Toricelli féle űrt. Na, mit gondolsz? Mi tartja fenn a 70 cm magas higanyosszapot, kérnem gúnyosan? Igen, nem hiszed? Hát ide néz! Teletöltök vízzel egy poharat, papírt teszek alája, most ide néz, megfordítom az egészet, és nem folyik ki. Na jó, most csak azért folyik ki, mert persze nem a pohár alá kell tenni, a papírt elfelejtettem. Bal sikerem nem veszi el önbizalmamat. Fésűt dörgölök, és papírszeletkéket csipegetek fel a fésűvel. A húgom azonban felbosszant, és azt állítja, hogy a papírszeletkék csak azért ragadnak a fésűhöz, mert a fésű piszkos. Hát térek a leklánselemre. Ez kicsit bonyolult dolog. A befőttes üveg rendben volna, de honnan veszek Stanislát? Rézis is jó volna. Ha, a fürdőszoba csapját le lehetne olvasztani. Csak hogy ez több nehézségbe ütközik, aztán meg nem tudom, meggyőzhetem-e családomat fölfedezéseim fontosságáról és arról, hogy ezek a fölfedezések a család részéről bizony áldozatokat és nélkülözéseket követelnek. Ellenben ki fogom szivattyúzni a vizet a vizes kannából, ki én, és bebizonyítom be én a légnyomást. A légszivattyút azonnal megtervezem papíron, fantasztikus utopiák ragadnak magukkal, az egész szobában kiszivattyúzom a levegőt, kiéd, úgyhogy a tárgyak elvesztik szabad esésüket. Marinak, a mindenesnek az a nézete, hogy én egy pofont fogok a papától kiszivattyúzni, ha azonnal nem veszem ki a mozsárból az ecetet és a széndarabokat, amiket beleraktam. A természettudományokat kezdik görbeszemmel szemmel nézni, de hát nem lehet forradalmat csinálni anélkül, hogy fölne forgassuk a fennálló világrendet. Hát nem hisztek Newtonnak és Kopernikusnak? Hát ide nézzetek. Mondjuk, ez a lámpa legyen a nap. A szabad térben mozgó égitest. Nézzétek. Ide teszem a mágnesvasat, képviselje a gravitációs erőt. Vagy mondjuk, ne a lámpa legyen a nap, hanem ez a mágnesvas, és legyen a lámpa csak egyszerűen a föld. Na most már, na már most. Most képzeljétek, hogy ez a mágnesvas, ami ugye a nap, itt, ahol tartom, egy helyben áll. Ugye most a lámpának a bal oldalát világítja meg, de kérlek, mit ne légy olyan nehéz fejű. Igen, és most úgy van, hogy ez világítja meg a lámpát, és nem a lámpa ezt mert a lámpa az egy sötét test legyen. Na már most. Meddig tart ez? Ugye addig tart csak, míg a föld, vagyis a lámpa el nem fordul. Nem megyünk semmire, mert akkor csak éj és nap váltakoznék, és nem lennének évszakok. Hanem a földnek is el kell mozdulni, keringeni kell, Mozdulni kell neki az Isten itt, látjátok, így mozog, így mozog a föld, így kell neki mozogni, <laughs> és mégis mozog. <laughs> Arról nem tehetek, hogy a lámpa leszakadt, rosszul volt feltéve, a csavar nem működött. Az pedig természetesnek találom, hogy a hálátlan és meg nem értő bírák vacsora helyett kilöktek a cselédszobába, és rámzárták az ajtót. Galileivel is pont ezt csinálták. De az igazságot nem lehet alá rejteni. Eppur si muove! Magyarázom a bizonyítványom. Hát, kérem szépen, először is ez még nem a végleges bizonyítvány, ez csak a féle lenyomat, amit ideiglenesen kiosztottak nekem. Hogy ma van a fél éves bizonyítvány nap, az nem jelent semmit. A többiek tényleg kikapták a bizonyítványt, de az enyémet föl kellett küldeni a minisztériumba, mivel tévedések derültek ki, amiket sürgősen orvosolni kell. Igen. Különben a bizonyítvány ellenőrző és kiegészítő konferencia foglalkozni fog az esettel tanfelügyelői középülésen. Az osztályfődök úr, mikor ideadta nekem a bizonyítványt, beszédet tartott. Kicsit zavarban volt, és tiszteltette a papát. Kérlek, kedves Bauer, mondta, légy szíves, között szüleiddel, miszerint sajnálatos tévedés történt bizonyítványoddal, hibás tételek csúsztak bele. A bélyeghatósági szabályrendelet szerint sajnos így is ki kell adni a bizonyítvány, de Kérnelekkel, kedves Bauer, közöld a szülővel, mi szerint ez csak olyan okirat, aminek az adatai nem jelentenek semmit. Kérd meg, kedves szüleidet, ne haragudjanak ezért a tévedésért, az igazi bizonyítvány csak hamar kiállítjuk. Egyelőre kéretem őket, hogy írják alá ezt, mert az összes iratokkal átküldtük a rendőrségre, ahol a nyomozás miatt szükség van erre az aláírása, de a hangsúlyozt kérlek, hogy ez csak formaság. A főkapitány személyesen átírt a fiumei tengerészeti gimnáziumba, derítenék ki, hogy került bele a bizonyítványomba történelemből ez a, ez, a, ez a, szám, ami ugyancsak egy közönséges szám, azt jelenti, hogy négyszer feleltem történelemből, de esetleges félreértésekre ad alkalmat. Tudni, Milik, Mangold a történelem tanár, az csak helyettes tanár nálunk, még nem is osztályozhat, mert előbb vizsgáznia kell osztályzástamból a főegyetemen. Ő csak helyettes osztályzatot adhat, ami Másképpen kell érteni, egyes helyett kettes, kettes helyett négyes, majd ha letette a vizsgát, akkor az összes bizonyítványokban kiigazítják az osztályzatokat igazi osztályzatokra. Most egyelőre kéreti a papát, ne tessék haragudni egyelőre, és üzeni, hogy én négyszer feleltem történelemből, egyszer áthúzott két harmadra, egyszer egyesre, kétszer háromnegyed kettesre, tessék ezt összeadni, szemtani középarányost venni, kijön a háromnegyed egyes, aláhúzva. Először a második Józsefből feleltem, de akkor csengettek. Másodszor kérdezte az örökösödési jogot. Mondtam, smalkaldeni szövetség, láttam, mikor beírja az egyfeles, de akkor elvesztette a noteszt. Fizikából? Hát fizikából már novemberben feleltem, kérdezte a föld mozgását, és mondtam, hogy a nap körül és ellipszis alakú pályán, melynek egyik gyújtópontjában a nap van, és ez Newton érdeme de akkor a mellettem ülő fiúval összetévesztett, akinek háromnegyede van fizikából, és nekem írta be véletlenül. Akkor szóltam, a tanárikar megnézte a notest, mondta, hogy tényleg a Csekonics helyett írta be véletlenül, de most már nem lehet kiigazítani, mert ebből neki a kormánynál kellemetlenségei támadnak. Nagyon kért, hogy ne firtassam a dolgot most egyelőre, és tegyem meg neki, hogy most egyezem bele a hármasba, végére kiavítja jelesre, és nem is kell felelni a következő fél évben. A jelest mindjárt be is vezette a születési bizonyítványomba főigazgatói aláírással. Frölichnek pikje van rám algebrából, arról nem tehetek. A határozatlan együtthatóval kellett megoldani az egyenletet, és amikor kihívott, és akkor, mikor megmondtam, hogy akkor beszorzok lambdával, erre kiesik a második egyenlet, persze azért nem esett ki, mert x is be kellett volna szorozni, csak hogy ezt Fröhlich nem vette észre, mire megmondtam, hogy, hogy, kellett volna, akkor, mikor észrevett, hogy ő nem tudja, szégyelte magát, és azt mondta, hogy menjek helyre, és azóta pikje van rá, mert jobban tudtam az algebrát, és nem akart kihívni, javítani, pedig a törvényszékben benne van, hogy januári ki kell hívni a fiút, javítani mert másképpen nem érvényes az osztályzat. És a Stejman, a legjobb tanuló is mondta, hogy föl lehet jelenteni frölicht, de nem akartam, mert úgyis pikje van rám. Pedig a dolgozatban nekem ugyanaz jött ki, mint Stejmannak. Magaviseletből azért van kettes, mert ha van három-hármos, akkor nem lehet a magaviseletből se egyes, hanem akkor külön bizonyítványt adnak magaviseletből, amit postán külnek el a szülőknek. Ezt... Ez, ez nem hármas, ez kettes, csak hogy az osztályfőnök olyan furcsán a kettest. Véletlenül felülírja a végét a kettesnek. Csak a vezeték nevet tessék aláírni, de mostanában ne tessék bemenni az iskolába. Kaput kiemelték, most átalakítják, nincs kapu, nem lehet bemenni. Majd egy-két hét múlva. A lányok. A lányok a vadász utcába járnak. Egy órakor gyakran találkozunk velük, tarkán sereglenek ki a körútra, vihognak és sugdolóznak. Szopfjukon piros és kék pántlik a fityeg, hárman-négyen összefogóznak, egymásba karolnak, az egyik halkan, sugva mond valamit, hangosan kuncogni kezdenek. Ellenségesen és értetlenül és irigyen nézem őket. Vajon miféle butaságon nevetnek folyton? És mit sugdolóznak? A két lány összejön, mindjárt súgdolózni kezdenek. Ismeretlen dolgon nevetnek, elkomolyodom, és gyanakodva rossz érzéssel húzom fel a szemöldököm. Valami profán, cinikus, tisztátalan dolog van a világon, amiről csak ők tudnak, és mindig arról beszélnek. Gúnyosan, alattomosan néznek rám, és elszaladnak. Vajon mi lehet az? Mert valamit tudnak, amit én nem tudok. Különben buták és tehetetlenek, növényt és bogarat nem gyűjtenek, bélyeget se. Leideni palackot nem csinálnak, sem magdaburgi féltekét. Egyszer napfogyatkozás volt, a hold árnyéka elhaladt a napkorong előtt. Napokig készültem rá, üveget kormoztam, és dobogó szívvel vártam a csillagászok által kijelölt időpontot mikor a fényes tányérba beleharapott a fekete csorba, újjongva és áhítattal kiabáltam, és kezemben a kormos üveggel kerestem valakit, akinek elmondjam, hogy milliárd kilométernyire mi történik odakünt. Csak két lány ismerősöm volt a másik szobában. Befutottam, és lelkendezve hívtam őket, hogy jöjjenek gyorsan, mert a pompás színjáték csak percekig tart. Nem lehetett rávenni egyiket se, hogy az utcai szobába átjöjjenek. Valami butaságon vihogtak, csúfoltak engem, ugyan hagy bennünket, mondták. Dühösen és gesztikulálva magyaráztam, hogy milyen nagy és ritka tüneményről van szó, és hogy mindjárt vége lesz, de hiszen csak arról van szó, hogy átjönjenek az utcai szobába, kiabáltam elkeseredve. Valami kétértelmű ostobaságot feleltek, egy szón megint vihogni kezdtek, nem jöttek át, nem nézték meg. De vajon mi lehet az? Mert van valami velük. Valami van amit mindenki tud, csak én nem, ami miatt úgy bánnak a lányokkal, mint valami kiváltságosokkal, és ezt ők tudják. Még egészen kicsike voltam, mikor a rokonaim ilyeneket mondtak nekem. Hát állva hagyod azt a kis asszonyt, és te leülsz? Nem szégyelled magad? Milyen gavallér lesz belőled? És nekem fel kellett állni a kényelmes székről, hogy a csipkébe öltözött kis majom leülhessen. Az arcom égett a szégyentől és a haragtól. Miért? Micsoda ostoba, jogtalan, igaztalan előny, ha pofonvágnám leesne a székről. De poffon pofonvákat és megalázhat engem, csak azért, mert ő gyengébb, és így lovagiasságból nem üthetem vissza. Hát nem látják, hogy ő tudja ezt, és kinevet bennünket, és kényelmesen elterpeszkedik. Miért? Miért? Mi lehet ez? A lányok, hogy nem bántja senki, taknyos másodista korunkban már magázza őket a tanár, nem kapnak barackot a fejükre, udvariasan beszélnek velük. A felsőbb istákat is asszonynak szólítják az iskolában is. Fiatalabb tanárok előre köszönnek nekik az utcán, hallatlan. Szelítség, gyöngétség veszi körül őket. Én meg tegnap egy olyan bruszlekket kaptam verekedés közben, hogy egész nap nehezen lélegzem. Ha elmondanám, azt felelnék, úgy kell. Miért nem vágtad pofon, nem szégyeled magad? De hát ő kezdte, tanár úr, hát, hát, engem nem véd senki. Nem szégyeled magad, egy felnőtt fiút védeni kell. Micsoda katona lesz belőled? Az ám katonaság. A tornaórán szabad gyakorlatokban, felvonulásokban készülünk rá. Az kemény dolog lesz, tudom. Eleget hallottam róla. Hideg prics, borja a hátamon, alét menetelések, puska és szurony. Hiszen szép, lelkes dolog, tudom, vágyom is rá. De hát miért csak mi? A hazát meg kell védeni, aki nem kockáztatja életét a hazáért gyáva és becstelen. Hát ők? Ők miért nem gyávák és becstelenek? Eszükbe sem jut kockáztatni az életüket, ezek vihongtak és pipiskednek. Mégis senki sem mondja, hogy ők gyávák és becstelenek, sőt, inkább eszményül állítják elénk. Meg kell védeni a nőket, a gyenge nőket, kiláért és hazáért és a nőkért. Hát a lányok királyok? Miért? 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 Miért mindenütt, mindig ez a kivételezés, ez az extra worst, ez az elnézést, miért, miért? A villamosban fel kell állni nekik a legjobb falattal őket kell megkínálni, ha lejtenek valamit, úgy állnak ott hanyagul és kényelmesen, mintha a természet törvénye volna, hogy azért nekem kell lehajolni. 18 éves karuktól kezdve már kezet csókolnak nekik, mint az öreg püspököknek, akik munkában és áldásban töltötték életüket. Jobb oldalra kell engedni őket az utcán. De hát miért? Mit nyújtanak ők? Mit tesznek? Miért kell tisztelni őket? Hiszen műveletlenek, ostobák, lusták és dologtalanok. Mulatságban nőnek fel, férhez mennek, attól kezdve a férjük dolgozik helyettük, eltartja őket. Szabad jegyet váltottak az életre azzal, hogy megszülettek. Míg nekünk véres verejtékkel kell kiverekedni minden percünket, újra és újra bebizonyítani, hogy jogunk van az élethez. De hát miért? 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 A fiúk valami szégyenletes és ostoba dologról fecsegnek az iskolában. Nem, ez képtelenség. Ostobaság, nem lehet. Itt valami titok lappang, az bizonyos. De az őrültség, az lehetetlen, hogy az legyen a titok. Hiszen az egy budavic, egy gyerekes játék, hiszen ennél csak érdekesebb a Toricelli féle űr, vagy a leklansélem. Miért? Miért? Érzem, hogy egy napon meg fogom érteni. Félek ettől a naptól. Ezen a napon keveredem majd el a szürke tömegbe. Ezen a napon jövök rá, hogy én is az vagyok, amik ezek itt, akik szembe jönnek velem az utcán. Ezen a napon el fogom felejteni az osztályt, a löklán sélemet, a növénygyűjteményemet, és el fogom felejteni önmagamat. Naplóm Szeptember 5 Új év, új napló, új élet. Ma volt az első nap a suliba. Osztályfőnök lenkei, de még nem biztos, az az rendőr. Tanarak általában a régiek, majd meglátjuk, mi lesz. Egyelőre a harmadik padban ülök. Az a hülye benkő jött oda, hogy lépjek be a körbe, majd bolond vagyok. Elhatároztam, hogy ezentúl mindent pontosan megírok. Este voltunk az angidénénél, de snasz volt, nem hoztak petróleumot, de snasz volt. Napkél, 6 óra 15 perckor, nyugszik 5 óra 45. Ebédre húsleves, leves hús tök Most itt ülök az utcai szobába a lámpa alatt, és írok. Szeptember 31. Ma volt az önképzőköri megalakuló ülés. Elnök Mautner, alelnök Gelléri, titkár Székely 8 gazda Várnai. Én bekerültem a választmányba hat szavazattal, mint bizottsági tag. Kitűztek pályázatot elbeszélő költeményre, értekezésre, szavallatra és matematikai értekezésre. Mint választmányi tag, egyedül vagyok ötödista a bizottságban, címzetes jelleggel csak, de bíráló bizottsági tag. Ebéd, gomba, leves, fasírt, riskoch. Voltunk múlt héten a kereskedelmi múzeumban. Szombaton uránia, utána vasárnap, hétfőn csak 12-ig van előadás. Október 6. Aradi vértanúk, nincs súli, ünnepét elbricceltem. jövet találkoztam Gárdossal, mondta, hogy semmi se volt, Diri beszélt, aztán földesi a vértanúkról. Sebők szava, de súgtak, és erre összezavarodott. Mondta, hogy a tanrendben újítás van, fizika helyett kedden 9 től Gerő elmegy az iskolától. Délután megvettem a szépiát, a nullkörzőt és a gumit, maradt 57, és megcsináltam az ábrázoló rajzot. Nagyon szép volt, de a végén a kihúzóból kifolytatós. Valahogy kivakartam. Elhatároztam, hogy ezentúl mindig hordok iránytűt. Most az utcaiban ülök, de a sublód előtt, mert az asztal tele van friss fehér neművel, amit hoztak. Mindjárt vacsorázunk. Ebédre mákos rétes volt. November 2. Elhatároztam, hogy ezentúl fontosabb dolgaimat titkos írással írom. Minden betű helyett az ABC-ben az utána következő második betűt írom. Vagy esetleg fordítva írom a szavakat. Matpak, lótápap, Totmirov, Araidnél, Ed, Mettötlök le. Ma olvastam Jókaitól szerelem komédiásai, gyönyörű szép. Grand kapitán gyerekeibe az emberevőknél tartok, elég érdekes. Holnap önképzőköri ülés lesz, beneveztem szavalásra, esetleg pályázom az értekezésre is. Ha nagyot röhögtünk, Prém azt mondta, hogy micsoda marhaságot olvasok én, mi alatt ő magyaráz, mire kivittem, mire kiderült, hogy az ő könyve volt, mit ő írt. Miért jól állok, de még javítani fogok karácsonyig. Magyarból egy felesre állok, dolgozat kétharmad, de még lesz egy iskolai dolgozat. Nagyon kíváncsi vagyok a bizonyítványomra. December 6. Uránia. A Jégvilág című darabot adták, jó volt a fűrészes hal. Csináltunk dobtapsot, mire az igazgató lekiabált a páholyból, hogy az egész iskolát hazakergeti, nagyon röhögtünk gárdossa. Minden kép után állathangot utánoztunk, és mondtuk, nagyon szép, nagyon szép, és minden olyan hangosan álmélkodtunk, hogy milyen gyönyörű, hogy a felolvasó egész büszke volt, és minden kép után úgy nézett szét, mintha ő festette volna. Kivettem a könyvtárból Szervadék Hektort. Este olvasok majd. Délután bán voltam a Plémánia kertben, és eperfa levelet szedtem a hernyóknak. Ja, igaz, megölték a kínai császát, nagy forradalom lesz. Nem férnek a bőrükbe ezek a kínaiak. Mostan az udvariban ülök, holnap nem lesz suli. Átnézem a történelmet, és megcsináltam az ábrázolót, kúp lefordítása az első képségba. Jó, nehéz volt. Február 14. Ma beírtak az osztálykönyvbe, mert a jákó rám fogta, hogy a manzsettámra írtam a puskát, pedig nem is természetrajzból írtam, hanem németből. Annyi baj legyen, majd megkérem az osztályfőnököt, hogy húzzon ki. Ma Shakespeare-től olvastam Hamletet. Igen jó tragédia a nagy brit költő tollából. Ma egész nap olyan szomorú voltam, nem is tudtam etetni a hernyókat. Tulajdonképpen miért is él az ember? Lenni vagy nem lenni? Ez itt a kérdés, mint ahogy Shakespeare mondja a Hamletben. Arra gondoltam, hogy milyen kár az ifjúságért mely elmúlik, és hogy én már sose leszek olyan vidám és elégedett, mint a harmadikban. Hiába, az élet nem olyan víg dolog, de hagyjuk. Lógok a szeren Lógok a szeren Azt, hogy izmaim még fejletlenek, s mellem is szűkecske, azt én nagyon jól tudom, de nem tudhatjátok, hogy mi lakik bennem. Én is csak homályosan sejtem, borzongva gondolok rá olyankor, mikor könnyedén simül rám a tornatrikó, és lábam gumicipősen szögdel a tornaterem csertörmelékében. Igaz, Vlach ötven kilós súlyokat emelget, és Bányai Miklós megcsinálja nyújtón a nagy halált. De ő bennük ugye nyers erők dolgoznak csak, formátlan ösztönök. Én bennem pedig az akarat lakozik. Bányai képtelen megérteni a szavoári geragozását, és laknak én csináltam meg az algebrai dolgozatot. Én másfél ember vagyok. Én értem a tudományokat, és egyelőre nem tudom megcsinálni a vállállást a korláton, de mi lesz, ha egyszer mégis megtanulom? Csodálatos lény jelenik meg ebben az esetben a világ színpadán. Tüneményes ember, akihez képest jókai hősei közönséges tucat emberek. Képzeljék el, hogy egy napon ilyen újságcik jelenik meg a lapokban. Érthetetlen és nagyszerű előadás kápráztatta el tegnap a vigadó dísztermében összegyűlt álmélkodó közönséget. Egy fiatalember, akiről eddig senki se tudott, itt az én nevem következik, jelent meg a dobogón, s az életértelme másodfokú egyenletekben című előadásban tökéletes francia nyelven megoldotta a világnak rejtéjét, amin eddig hiába fáradoztak a legnagyobb elmék, s mindezt oly nagyszerű előadó művészettel, hogy a jelen volt világhírű színészek sírva tolongtak a dobogó felé, hogy kezet szoríthassanak az alig 16 éves zsenivel. De az ifjú szerényen és nyugodtan mosolygott csupán, és egy váratlan mozdulattal az asztalra ugorva kézállásba helyezkedett. Majd három száltómortálét csinálva a megdöbbent közönség fölött elkapta a feje fölött húzódó vasrudat, és azon szédítő halálforgásokat végezve átugrott a kilenc méternyire elhelyezett kájhára, de úgy, hogy kézállásban maradt azért, és előbbi előadását ebben a helyzetben folytatta nyugodt és behízelgő modorban, végleg megoldva a nagyszerű problémát. Lógok a szeren. Ti ezen csodálkoztok, mert nem tudjátok elképzelni, hogy lehet ember, aki mindenben egyformán tökéletes. Ti öregek és konzervatívok vagytok, és azt hiszitek, hogy a világ ezentúl is csak olyan lesz, mint eddig, és elfelejtitek, hogy egyszer eljön majd az érettségi. Ti nem tudjátok például elképzelni, hogy lehet majd esetleg egy miniszterelnök a nevét szerénységem tiltja megsejtetni veletek, aki egy napon, miután szemtelen és nyugodt hangon bejelentette az országgyűlésnek, hogy néhány jól megfontolt diplomáciai művelettel, amikről eddig nem akart beszélni, mert nem a szavak embere, sikerült Angliát, mint egyszerű gyarmatot Magyarországhoz csatolni, és ezt ezennel tudatja a tisztelt házzal, mondom, miután ezt szemtelen és hideg hangon előadta, nem törődve az ordító és újongó képviselőkkel, akik vállukra akarják emelni, hirtelen vívóállásba helyezkedik, és egy szédítő, eddig ismeretlen jiu-jitsu fogással ott, a miniszterelnöki emelvényen két vállára fekteti azt az ausztráliai világbirkózó bajnokot, akit az angol ellenzék orvul elhelyezett az emelvény belsejében, hogy a legnagyobb európai férfit megölje. Ti nem tudjátok elképzelni, hogy valaki délelőtt, mint fő akadémikus előadást tart az egyetemi tanároknak, délután pedig megnyeri a hátúszás és függeszkedés világbajnokságát, mellesleg a rúdugrásét is esetleg, hogy aztán este az ámuló közönség előtt hajlongjon, mely a Nemzeti Színházban ugyanezen ifjú drámájának 500. előadását tapsolja Orkán ez a rendkívüli ifjú nem azért találta fel a holtba repülőgépet, mintha nem tudná megkeresni a kenyerét laufmétával is, amelyben virtóz. Ez a rendkívüli férfi időnként hanyag mozdulattal rúg be 32 gólt az FTC vagy MAC kapujába, mely csapatok együttes erővel sem bírnak vele, aki egyedül áki ellenök. Lógok a szeren. Na jó, jó, egyelőre persze még egy kicsit gyakorolni kell magamat. A lélek jól lehet kéz, de a test erőtlen, és a szereket nagyon ravasz emberek találják ki. Síkos a pózna, és pontos megfigyelések alapján állíthatom, hogy fölül, a vége felé lényegesen nehezebben mászható, mint eleinte, Alatta a felületes szemlélő azt hinné, hogy mindenütt egyformán síkos. Azon kívül az a disznó Bauer mindig a vékonyabb póznához ugrik, és rám hagyja a vastagot. A negyedik, ötödik fogás után egészen más az ember világnézete, mint odalent volt, és egyszerre világosan látom, milyen gyermekes hiúság volna nagy szerencsétlenségnek tekinteni, hogy Bauer előbb lesz fönn, mint én. Nem kell a dolgot elhamarkodni, lám, vannak hebehúrnya és szeles emberek, akik magas ugrásnál neki nagy svungot vesznek, rádobantanak az ugródeszkára, földobják magukat, és gyakran leverik a mércét. Én nem álltatom magam hiú reményekkel, eleinte persze, Istenem, az ember fiatal és tüzes. Én is bízom a jövőben, sasszemekkel mérem a távolságot, meg a mérce magasságát. Apró léptekkel kezdem, nekilódulok, és már látom magam repülve lebegni a mérce fölött. De az utolsó pillanatban bölcs rezignáció fog el, közvetlen a mérce előtt, <laughs> micsoda ostobaság, gondolom, és szerényen, mint egy ibolya, lehajtott fejjel bújok át alatta, olyan ember szelíd és megadó modorában, akinek eszeágában se volt ugorni, csak kicsit sétálni akart. Lógok a szerem, Utóvégre, ha meggondoljuk, tulajdonképpen micsoda marhaság az egész. Ez az egész intézmény, melyben minden arra megy ki, hogy az emberi testrészek közül lehetőleg egy sem maradjon azon a helyen, ahova az Isten teremtette, hanem lehetőleg olyan helyzetet foglaljon el, amelyre az illető testrész soha életében nem számított. Két lábam a levegőben kalimpál, térdem kifordul, csuklom becsuklik, hajam a szemembe lóg, a vére a fejembe tolul. A padló felszalad a plafonra, és állnak a falak. És ehhez az undorító és lehetetlen állapothoz, míg kilógó nyelvvel keresem az egyensúlyt, és próbálom áthúzni hasamat a vékony vasrúd mögött, teljes bizonytalanságban a fölött, vajon a föld vagy a csillagos ég felé közeledeme, ehhez az állapothoz valaki, egy vad férfi állandóan bömböl valamit felém. Hamarics! Hamarics! Ez bömböli, és az én vérbetolult értelmem távolról sejti csak, mit ért ez alatt a szó alatt. Valamit ki kell feszíteni, igen, valamit behajtani, és valamit kiegyenesíteni, de hogy mi legyen az, láb, derék, csípős, ezt már tudom van, melyik irányban keresem, de az illető testrész, mindenre, ugye nem kívánhatjátok, hogy válaszoljak ilyen állapotban. Rúgok egyet, előre vagy hátra, mindegy, kinyitom a szájamat, szemem becsukom, Undorral és kétségbeesve elereztem kezemmel a szert, és hátam nagyot nyekken a vastag szőnyegen. Hála Istennek nevethettek már. Az ördög vigye az egész torna ünnepét, a benevezést, az első díjat, majom lesz, aki megnyeri. A vésztanács Távol áll tőlem, hogy arrogáljam magamat, mintha a most bekövetkezett nagy eseményeket anticipáltam volna, jelen tanulmányomnak egyszerűen csak az a célja, hogy rávilágítson bizonyos eseményekre, melyeknek már 1898-ban szemlélő tanúja és némiképp szerényen cselekvő szereplője voltam. Nem tudom, mekkora jelentősége lehet feljegyzéseimnek a világháború oknyomozó történetében, a magam részéről nem békülhetnék ki lelki ismeretemmel, ha akár óvatosságból, akár szerénységből Elhallgatnék olyan adalékokat, melyeknek véletlenül jutottam birtokába, de amelyeknek történelmi jelentősége talán nagyobb. Sem, hogy közlésüket mellőzhetném azzal az önmegnyugtatással, hogy én ezzel a jelentőséggel nem vagyok teljesen tisztában. Nyilvánosságra bocsátom hát azt, amit a dologról tudok, minden reflexió vagy kritika nélkül, talán lazán és rendszertelenül, de őszintén nevekkel és évszámokkal. A többit, hogy adataim mennyiben magyarázzák a ma eseményeit, és mennyiben vernek rájuk világosságot, ennek megítélését azokra bízom, akik többet értenek ehhez, a politikusokra és a történelemírókra. Igyekszem röviden és szárazon ragaszkodni a tényekhez. Én rogyákkal már 1898. szeptemberében ismerkedtem meg, Szorosan ez a nexus azonban csak novemberben lett, mikor én bizonyos administratív körülmények folytán, melyek itt nem bírnak fontossággal, a hatodik padba kerültem, jobbról negyediknek. Hátam mögött, de inkább balra, ült, és rogyák előtt zinger. Ennek, mint látni fogjuk, fontos jelentősége van az egész dologban. A lényeges mégis az, hogy én már novemberben. Olyan belső viszonyban voltam rogyákkal, hogy már akkor egész bizalmasan beszélt nekem politikai állásfoglalásáról anélkül, hogy ebben az időben sejthettem volna valamit ennek az érdekes embernek a programjából. Elhatározó eseményeknek kellett közbejönniük, hogy világossá váljon előttem, mi szerint itt nem egyszerűen meggyőződésről vagy felfogásról van szó, hanem nyílt programról és radikális tervről. Erről az elhatározó eseményről én november végén értesültem. Rogyákot egy reggel izgatott és heves beszélgetésben találtam Zingerrel. Áthajolt a pad fölött, élénk taglejtésekkel suttogtak. Zinger igen komolynak látszott, keveset beszélt, de éreztem, hogy döntő fontosságú kijelentéseket tesz. Érkezésemre hirtelen elhallgattak ez a bizalmatlanság nem sértett, mert ekkor még nem voltam annyira beavatva a dolgokba, később is óvatosak voltak velem szemben, hogy érdemlegesen részt vehettem volna a társalgásban. Tíz percben a folyosón találkoztam rogyákkal. Ez alkalommal tapintatosan néhány kérdést intéztem hozzá. Láthatóan zavarba jött, és kitérő választ adott. Zinger már valamivel közlékenyebb volt. Megtudtam, hogy a rogyák zsemje ügy, mely már régóta válsággal fenyegetett, ma reggel olyan fordulatot vett, amit már nem lehet tisztán diplomáciai úton elintézni. Arról régebben tudtam, hogy rogyák és zsemjet ivadar között áthidalhatatlan elvi ellentétek állnak fenn. Rogyák, mint a radikális program pártfőnöke, zsemjét, pániasz aspirációkkal vádolta, Tudni való, hogy abban az időben a jasszok valóságos rémuralmat csináltak a Józsefvárosban, és messzeható befolyásuk már a Rigó utcában is éreztette hatását. Arról suttogtak néhányan, hogy kémelyik közénk furakodtak. Beiratkoztak az ötödik, hatodik osztályba, mintha igazi tanulók volnának. Zsemjeti tivadar nyíltan tagadta, mintha jasszokkal bármiféle politikai vonatkozásban állana, esetleges jassz ismeretségei pusztán magántermészetűek, és nem sértik a Riga utca vitális érdekeit. Ezzel szemben Rógyák néhány a tíz percben nagyon is érthető allúziókkal figyelmeztette zsemjét az efféle titkos fondorlatok veszélyeire. A viszony egyre kényesebbé vált közöttük. Ma reggel aztán váratlanul, látszólag indiferens kérdésben éles összeszólalkozás volt kettőjük közt az osztályban. Ez alkalommal zsemjeti vadar, indulatában megfeledkezve az elővigyázatról, azzal fenyegette meg rogyákot és párthíveit, hogy hat órakor hazamenet, dorongokkal felfegyverkezeti asszok támadják meg az osztályt. Később, belátván elhamarkodott kijelentésének rendkívüli fontosságát, igyekezett visszaszívni a dolgot, és azt állította, hogy neki ebben a dologban semmi szerepe nincsen, hitelesen nem tud semmit az egészről, és neki is csak úgy mondták. Rógyák ezt már nem vette tudomásul. Azonnal megszüntette zsemje tivadarral a tárgyalást, és zingerrel visszavonult tanácskozni. Így álltak a dolgok délelőtt 11 órakor. A helyzet képét töredékes megjegyzésekből rekonstruáltam, zinger és rogyák a nehéz órák felelősségét érezve, csak a legnagyobb tartózkodással beszéltek a helyzetről. Még 11 előtt óra alatt a padonát küldött Márkóni lökdösést kaptam zsemjétől, melyben becsületisten terhe alatt felszólított, hogy óra után várjam meg a kapunál, rendkívüli fontosságú közlései vannak számomra. Bár akkor még nem értettem annyira a helyzetet, hogy beláthattam volna európai következményeit egy esetleges összeütközésnek, mely a Jasszok és a Rigó utca közötti diplomáciai viszonyt beállítaná ösztönszerűleg éreztem, hogy ebben a kérdésben rogyákék mellé kell állnom, és zsemje ivadar felszólítására, hogy tárgyaljak vele, kitérő választattam. Rogyák, aki tanulja volt lojális viselkedésemnek, nem szólt, de éreztem, hogy bennem való bizalma nagyban megerősödött. Azzal az udvarias, de rövid komolysággal, amit azóta se tapasztaltam államférfiúban, tudtomra adta utóbb, ha nincs kifogásom ellene, Tizenkettőkor szívesen látta a Mária Terézia téren, ahol Zingerrel, vésztanácsi előharcban, így fejezte ki magát, megbeszélik a teendőket. Dobogó szívvel jelentem meg a megjelölt időben és helyen a nagy dolgok, melyeknek így gyújtópontjába kerültem, remegő és büszke izgalommal töltöttek el, ezt az izgalmat azonban palástól igyekeztem, látva azt a komoly, majdnem gúnyos nyugalmat, amivel ez a két nagyszabású férfiú megbeszélte az óriás horderejű teendőket. Bár nem fogtam fel egészen az összefüggéseket, igyekeztem utánozni az ő fölényes, határozott modorukat, titokban szégyelve, de be nem valva, hogy a szakkifejezéseket nem mindig értettem meg. Zinger az általános helyzet vázolásával kezdte. Zsemjeti vadar mai kijelentése odaengedt következtetni, hogy a jasszok árulást követtek el. Az árulás szó igen gyakran fordult elő ezen a haditanácson, és így a Rigó utca e percben vészbaj viszonyba került részint Zsemjeti vadarral, részint azokkal a jasszokkal, akik már tanév elején titokban fenyegetőztek, hogy a B-osztályt föld alatti pisztolyokkal megtámadják. Ezt tovább nem lehet tűrni, ha csak nem akarják, hogy egy napon, késekkel felfegyverzett jasszok este a sötétben fejbőrünket levágják. A válságos helyzetért zsemje felelős, e pontban haladéktalanul intézkedni kell. Zinger szavaira rogyák azzal a hanyag nyugalommal, mely valóságon megborzongatott, kijelentette, hogy ő hajlandó zsemjel tivadarral vészpárbajt vívni, meghívott törzsönökök előtt persze csak angolul. Ehhez ragaszkodott, és ahhoz is, hogy zsemjét előzőleg két vészhadnagy vizsgálja meg, hogy nem rejtegede páncélt, ami ugye árulás volna. Zinger bólintott, és könnyedén megjegyezte, hogy az árulásra ő már régen készült, s tekintve, hogy atyának a bakonyban óriási föld alatti vastelepei vannak, már is intézkedett, hogy 8000 vízhatlan páncélt készítsenek, amit a trikó alatt lehet hordani, anélkül, hogy bárki is észrevenné. A munkások hónapok óta serényen dolgoznak, és a napokban megérkezik az első szállítmány, mint egy háromezer darab. Ha a jasszok árulás révén megtudtak volna valamit a dologról, és ők is szereznének valahonnan páncélt arra az esetre, néhány vasruhát csináltatott, vascipőket, vasnadrágot és teljes vastrikót. A vészpárbajhoz különben ő is hozzájárult, azzal a megszorítással, hogy a vészhadnagyok helyett inkább farmereket kellene hívni, ezekben jobban meg lehet bízni. Abban az időben kicsit félénk voltam, és így sokáig nem mertem megszólalni. Éreztem azonban, hogy tekintélyem így nagyon alászál, és így zavartan és pirulva én is megszólaltam, s felvetettem a kérdést, vajon nem volna jobb, ha zsemje Ivadart egyszerűen lefejeztetnénk. Hiszen ha kimondjuk, hogy tényleg árulás történt, ennek nem volna semmi akadálya. Bár nem mutatták, magam is meglepve éreztem, hogy indítványom meglepte a vésztanácsot. Zinger hosszabb beszédben válaszolt, melyben kifejtette, hogy az ötlet magában nem volna rossz, csak az a baj, hogy hadüzenet nélkül ilyesmit nem lehet megcsinálni, mert hiszen ez a következő kifejezést sokáig kereste, mert hiszen ez kelepce volna. Rogyák azonnal hozzájárult ehhez a felfogáshoz. Hevesen magyarázni kezdte, hogy jelenbecsület szempontjából hadüzenet nélkül képtelenség kelepcét állítani, így mondta, ennek megvan a maga módja. Különben a kelepce nagyon kényes dolog. Ez külön megállapodás kell, és sok feltétel, amit mind tisztázni kellene, és e pillanatban nem tudja egészen biztosan, vajon jasszokkal szemben jogosult-e a kelepce, ezt még bővebben meg kellene beszélni a barátjával, a hadvezérrel, akivel esténként találkozni szokott, s aki nehéz háborús kérdésekben az ő tanácsadója. Nehogy azonban közben ismét elroncson mindent az árulás, azt ajánlja, hogy kelepce helyett indítsunk csatát, mégpedig haladéktalanul. Zingerehez ehhez hozzájárult. Most már csak a formai kérdések voltak hátra, elsősorban persze a zászló. Zinger megígérte, hogy másnapra behozza a zászlót a hozzávaló bélyegzővel, amit az ő atya már régebben megcsináltatott, és eddig az íróasztalon tartogatott, várva, míg szükség lesz rá. Rógyáknak itt újabb nehézség ötlött eszébe. – Honnan szerezzük a prédát? – kérdezte. – Hiszen préda nélkül hozzá se kezdhetünk a csatához, hogy így fejezze ki magát. Zinger egy pillanatra zavarba jött. Ekkor megint megszólaltam, és azt ajánlottam, hogy a prédát talán gyűjtés útján lehetne beszerezni. Mindjárt megbántam elhamarkodott közbeszólásomat, mert mind a ketten hirtelen elhallgattak, összenéztek és gúnyosan elmosolyodtak. Nekint elpirultam, és zavartan dadogtam valamit, hogy hiszen nem úgy értem, mire rogyák atyása magyarázó fölényes jóindulattal fölvilágosított, hogy a prédát nem lehet gyűjteni, mert hiszen az egy vérengző állat, és a csatába két rendőr szokta vinni láncon a sereg előtt, közvetlenül az ászló mellett. Ebben állapodtunk meg. A tanácskozás után rogyák vészes vett tőlünk, hogy nem követünk el árulást. Másnap kilenc órakor Meginterpelláltam rogyákot, hogyan állunk a háborúval. Azt felelt, hogy Zinger nem kapta meg a páncélokat, mert a hajó, amely Bakonyból hozza a holmit, zátonyra futott. Később közölte velem, hogy az egész dolgot el kell halasztani bizonytalan időre, mert karácsony előtt, míg meg nem tudjuk, hogy leszünk az okiratokkal, az egész dolog nem tényvalóság. Biztosított azonban, hogy az előkészületek minden irányban folynak. A mozgalom egyre terjed hogy a zászló igenis megvan már, és hogy egész Amerika tud már a dologról. Kaliforniával való szövetségünk már biztos. És csak az alkalmas időt várja, hogy egészen csendben és szerényen, anélkül, hogy valaki észrevenné, megindítsa a világcsatát. Ennyi az, amit az 1898-i vésztanácsról tudok. Hosszú ideig nem foglalkoztam a dologgal, 1899-ben a Reáliskola első osztályába iratkoztam, és évekig egyéb tanulmányok foglaltak le. E nagy események juttatták eszembe mindazt, amit megírtam. Az összefüggések felismerését ismétlem azokra bízom, akik erre nálam hivatottabbak. Hazudok Kezdetben voltak a betűk, és én így szóltam. Úr ír. Az úr, akiről itt szó volt, magas ember volt, fején fényes cilinderrel, hogy miről és mit ír, arról kevés sejtelmem volt, de éppen azért izgatott ez a kérdés. Egyik barátomtól megkérdeztem, de az kitérő választ adott. Egy másik barátom engem kérdezett, hogy mi hol lakunk. Az utcát nem tudtam pontosan megmondani, de biztosítottam, hogy Pesten az a legelőkelőbb utca. További kérdésekre kissé zárkózottan, mint olyan ember, aki magánügyeiről nem szívesen nyilatkozik, de rövidségéhez képest elég plastikus válaszban elmondtam neki, hogy mi csak néhány éve lakunk itt, azelőtt a bakonyban bírlaltunk szerény kastélyt a hozzávaló ménessel és két vigvammal. Meg voltam róla győződve, hogy a barátom nem tudja, mi az a vigvam, és bosszankodott, hogy nem kérdezi, tehát úgy tesz, mintha tudná. Barátom azonban nem kérdezte, sőt, a saját dolgaira tért, és elmondta, hogy náluk vettek egy fürdőkádat. Könnyedén bólintottam, és megjegyeztem, hogy nálunk van már. Ugyan négy kád, egy az ebédlőben, egy az írószobában, és kettő a vigvamban, de tudomásom szerint most vesznek a hozzám tartozók még ötöt melynek közül kettőre rácsavarható laterna magikát szereltek fel, és egy kis gépet, aminek segítségével a fürdőkád magától mozog, mikor benne ülök, sétál, forog, sőt, egy kicsit, egy egész picikét fel is tud emelkedni a levegőbe. Arra a figyelmeztetésére, hogy hiszen a vigvamok bakonyi kastélyunkban vannak, és nem itt Pesten, megmagyaráztam, hogy itteni lakásunk csak ideiglenes, és hogy a kastélyt most alakítják át amerikai rendszerűvé. Megjegyeztem, hogy egy célból évekig tanulmányoztam Amerikát, mert apám engem bízott meg ezzel a jelentéktelen dologgal egy kicsi, de tartós gőzhajót bocsátott rendelkezésemre. Akkor az egész, mint ez a pad, de nekem igazán nem kellett nagyobb. Fő, hogy a vitorlát derék gépem mindig jól hajtotta, és így néhány hónap alatt megtettem az utat. Őszintén bevallottam, mert nem szeretem a hazudozást, hogy a kis gőzhajó már nincsen meg. Egy gyárba adtuk, ahol mostan tágítják egy kicsit. Ezután bizonyára abba hagytam volna a témát, mert akkoriban még nem voltam barátja a fecsegésnek, és dicsekedni se szerettem, de hát mit tehettem, a barátom kíváncsiskodott, és tudni óhajtotta, milyen rangom volt a hajón. Mosolyognom kellett ezen a naivságon, és tartózkodó, de barátságtalan leereszkedéssel megmagyaráztam neki, hogy ezen a hajón nincsenek rangok, és ilyenre én nem is reflektáltam, különben pedig egy régebbi utam alkalmából, amiről most nem akarok beszélni, megkaptam a másodtábornok a kinevezést és címert, és én teljesen meg voltam elégedve ezzel. Barátomat érdekelte, hogy rablókkal nem találkoztam-e abban az időben. Jó megmagyaráztam, hogy a tengeri rablók csak vitorláshajókat támadnak meg, s ha e fajta kalandokban volt némi szerény szerepem, most csak szárazföldi rablókkal és gyilkosokkal kapcsolatban történhetett, akiket apámmal együtt hajtottunk a bakonyi rengetegben. A felidézett emlékek hatása alatt elmondtam egyik érdekes hajtásunkat, mikor tizenkét rablót és négy gyilkost hajtottunk almáspékón, akik fáramáztak előlünk, mire apám addig rázta a fát, míg négy rabló és a jól emlékszem egy gyilkos leesett. Ezek közül hármat otthon megszelidítettünk, és a kisebb házi munkák elvégzésére szoktattuk. Láttam, hogy barátomat meglepik az apámról mondottak. Megkértem tehát, ne szóljon senkinek ezekről a dolgokról, mert nem szeretem, ha kérdezősködésekkel zaklatnak. Apám valamikor megállított két lokomotívot félkézzel, és emiatt nagyon nehéz a helyzetünk. Kiderült ugyanis, hogy a lokomotívok az ellenségé voltak, és emiatt apámnak sok baja volt az ellenséggel. Ha megígérné, már mint a barátom, hogy igazán nem említi senkinek ezt a dolgot, akkor titoktartásra közölném vele, hogy a király saját maga volt kénytelen beleavatkozni az ügyekbe. Egy reggel személyesen megjelent Bakonyi kastélyunkban, még egyszer figyelmeztetem, ne említsen erről semmit, mert súlyos politikai következményei lehetnek, ha valaki meg tudja. Szóval, ha igazán érdeklik ilyen jelentéktelen dolgok, amiknek én kevés fontosságot tulajdonítok, megjelent a király, és igen kérte apámat, ne ingerelné az ellenséget. Apám becsületére hivatkozott, de aztán megegyeztek valamiben, azt én nem tudtam, hogy miben, mert engem nem vontak bele a tanácskozásba. Különben pedig a fagylaltos gépekre kellett felügyelnem, mert akkor egész nap fagylaltot ettünk. Nem úgy említem ezt, mint kivételes dolgot, mert őszintén szóval mi reggelire fagylaltot és csokoládét szoktunk enni, de akkor délben is fagylalt volt. Barátom figyelmesen hallgatott végig, és egy üveget mutatott, amivel a betűket nagyobbnak lehetett látni. Most úgy meg, hogy ismerem ezt a szerszámot, hiszen nekünk otthon van egy há három méter nagy darab belőle, amiben belenéz az ember, egy betűt akkorának lát, mint egy kisebb ház. Ezzel az üveggel mi gyakran nézzük a csillagokat. Ó, oh, igen, nagyon helyes kérdés, a mars csillagot is szoktuk nézni vele. Hogy mekkorának látjuk? <laughs> Na, nem nagynak, akkorának talán, mint az Erzsébet tér, de viszont nagyon tisztán és világosan meg tudjuk különböztetni az egyes tárgyakat. Ó, igen, elég érdekes dolgok, amiket látunk. A marson főleg hangyák vannak, de akkora mindegyik, mint nálunk egy ember. Páncélos hangyák vannak, és repülő hangyák, és mondhatom, jelenleg éppen nagy a mozgalom. Tudni kell ugyanis, hogy kétféle hangya van a marson. Vörös hangyák és fekete hangyák, és ezek éppen háborúban vannak egymással. A részleteket aznap nem mondhattam el már a barátomnak, de hazafelé útközben összeszedtem gondolataimat a vörös és fekete hangyákkal kapcsolatban, hogy másnap, ha megint szóba kerül ez a dolog, helyes válaszokat adhassak tudni vágyó barátomnak. Másnap, mikor barátom megint előhozakodott az üveggel, már örömmel értesíthettem őt, hogy az előtte való este direktse az ő kedvért, behatóan tanulmányoztam a hangyaháborút jó teleszkópom segítségével. A vörös hangyák hadállása most elég jó, mondtam. Egy nagy hegy mögött helyezkedtek el, és készülnek átkelni a folyón a zárt sorokban, a vörös király vezetésével, aki 800 millió vörös hangyát vezényel. Érdeklődésére megígértem, hogy holnapra áttanulmányozva a fekete hangyák hadálását is, és bővebben referálok a fekete hangya királyról, aki már most is rokon szenves nekem, mert halált megvető bátorsággal védte magát egy hegyszorosban, ahol gondolkodva sétált éppen, midőn egy barlangból vörös hangya ugrott elő, és kardját lobogtatva rátámadott menet főleg a fekete hangya királyjal foglalkoztam. A vörös hangyával szemben tanúsított viselkedése mondhatatlanul meghatott engem is. Éreztem, hogy ilyen viselkedéshez nem csak roppantesti erő és bátorság kell, de őszintén szóva olyan lelkiismeretesség, mely a gonosz és áruló támadásokkal szemben épp oly kérlelhetetlen szigort vált ki egy királyból, mint ahogy jóvá és kögyörületessé hangolja őt saját népével, az özvegyekkel és árvákkal is más védtelenekkel szemben. Biztos voltam benne, hogy a fekete hangya király előbb-utóbb győzni fog, de barátomnak ezt nem mondtam meg. Tudtam, hogy a fekete hangyakirály király fölényes győzelme, csak akkor hat rá teljes erővel, ha előbb végig kíséri a megpróbáltatások egész káváriáján. Közöltem hát vele, hogy a vörös és fekete hangyák között kitört háború egy óriási mű anyagát képezi. Ez a mű egy akkora könyvben van leírva, mint ez a ház. Ennek a könyvnek a lapjait gépek hajtják, és az ember egy hídon állva olvassa a lapokat. Egy lap akkora, hogy a felére rá lehet írni az egész Robinzont. A hangyák háborúja 4200 lap hosszú lesz. És aznap, hazamenet, részleteket dolgoztam ki magamban, hogy másnapra kész legyen az anyagom két hangya összebeszél, hogy elárulja a fekete hangyakirályt, egy sötét völgyben találkoznak, és ének évadján megtámadják a palotát. Szerencsére a hangya királyné ébren van, és figyelmezteti férjét. Azonnal fellármázzák a tábort, két fő hangya vezérlete alatt megindul a tenger felé. Erről a fekete kanyargórajról beszéltem másnap. Távol a tengervize csillog a lemenő napfényében, vadregényes hegyek és végtelen lapályok váltakoznak. Az erdők mélyében, fák között, bokrok árnyékában rejtekeznek és figyelnek a vörös hangyák. Órák kérdése, mikor törnek elő. A fekete raj komoran, baljós nyugalommal. Összenyüzsögve zúdul le a völgyre. Így lettem íróvá. Tanítom a kisfiamat. Ha kilenc kájhában öt és fél nap alatt 12 köbméter bükfa ég el. mennyi nap alatt ég el 12 kájhában 9 köbméter bükfa? Ha kilenc kájhában... Az íróasztal előtt ülök. Valami cikket olvasok. Nem tudok figyelni. A másik szobából már 35 ször hallom a fenti mondatot. Mi a csoda van már azzal a bükfával? Muszáj kimenni. Gabi, az asztal fölé görnyedve rágja a tollat. Úgy teszek, mintha valami más miatt mentem volna ki, fontoskodva keresgélek a könyvszekrényben. Gabi lopva rám néz, én összehúzom a szemem, mintha nagyon elvolnék foglalva gondjaimmal, és nem vennék tudomást róla. Érzem is, hogy erre gondol. Közben görcsösen mondogatom magamban. A kilenc bükfa, tizenkét köbméter. Akkor hány kájhában, ennyi a csodába, hogy is van? Elmegyek előtte szórakozottan, megállok, mintha ebben a pillanatban vettem volna észre. Na mi az, kisfiam, tanulgatunk? Gabi szája lefelé görbül. Apukám! Mi az? Nem értem ezt a dolgot. Nem értem? Gabi, hogy lehet ilyet mondani? Hát nem magyarázták el az iskolában? De igen, csak hogy... <kül> a torkomat köszörülöm. Aztán már nyersen és ellenségesen. Mi az, amit nem értesz? Gabi mohón, gyorsan és megkönnyebbülve, már is hadarni kezdi, mint akinek nagy súlyt vettek le a válláról. Nézd, apukám, a kilenc kájhában öt és fél nap alatt tizenkét köbméter bükfaig el... Én dühösen. Papperlap, pap, ne hadarj! Így nem lehet értelmesen gondolkodni. Tessék, még egyszer nyugodtan és megfontoltan elmondani, majd akkor meg fogod érteni. Na, adj egy kis helyet. Gabi boldogan és fürgén félre húzódik. Ő azt hiszi, hogy én most nem tudom, hogy ő most vidáma rám bízza az egész dolgot. Ő, ő nem tudja, ő persze nem emlékszik ugyanerre a jelenetre. Huszonegy néhány évvel ezelőtt mikor én húzottam így félre, boldogan és megkönnyebbülve, és az apám ült le így mellém, ugyanezzel a bosszankodó és fontoskodó arccal, mint most én. És ami a legbosszantóbb még hozzá, ebben a pillanatban villant át rajtam, erről, ugyan erről a példáról volt szó akkor is. Úgy van, nincs kétség, a bükfa és a kája. Szent Isten! Pedig akkor már majdnem megértettem, csak elfelejtettem. Az egész húsz egy néhány éves korunk egy pillanat alatt a semmibe süllyedt. Hogy is volt csak? Nézd, Gabi, mondom türelmesen. Az ember nem a szájával gondolkodik, hanem az eszével. Mi az, amit nem értesz? Hiszen ez olyan egyszerű és világos, mint a nap. Ezt az első elemista is megérti, ha egy pillanatig figyel. Nézd, fiam! Ugye itt van, hogy kilenc kájhában öt és fél nap alatt ennyi és ennyi bükfa égel. Na, hát mit nem értesz ezen? Ezt értem, apukám, csak azt nem tudom, hogy az első aránypár fordított, és a második egyenes, vagy az első egyenes, és a második fordított, vagy mind a kettő egyenes, vagy mind a kettő fordított a fejbőröm a hajam tövében lassan hidegedni kezd. Mi a csudát fecsegez itt össze az aránypárokról? Mik lehetnek azok az átkozott aránypárok? Honnan lehetne ezt hirtelenjében megtudni? Most már hangosan szólok rá. Gabi! Már megint hadarsz! Hogy akarod így megérteni? Az ember a szájával... Izé, mi az, hogy fordított, meg egyenes, meg egyenes, meg fordított, papperlappap, vagy a faramászott nagybögös? Gabi röhög. Ráordítok. Ne röhög! Ezért tanítatlak, kínlódom veled! Ez azért van, mert nem figyelt az iskolában. Hiszen te azt se tudod... Hiszen te azt se tudod... Elképedve meredek rá, mintha egy szörnyű gyanú ébredt volna bennem hiszen te talán azt se tudod, hogy mi az az aránypár. Dehogy nem, apukám, az aránypár, az aránypár, az aránypár ez a két viszony, amelyben a belső tagok hányadosa, illetve a külső tagok szorzata, összecsapom a kezem. Mondom, 14 éves kamasz, és nem tudja, mi az az aránypár. Gabi szája megint lefelé görbül. Hát mi? Hogy mi? Na megállj, te csirkefogó! Most azonnal előveszed a könyvet, és harmincszor elmondod, mert különben... Gabi megszeppenve lapozgat, aztán hadarni kezdi. Az aránypár az a mennyiség, amelynek két beltagja úgy viszonyli két másik mennyiséghez, valamint... Igen, apukám, de melyik itt a két beltag, a bükkfa fogata és a napok száma, vagy a kájhák száma és a bükkfa fogata. Már megint hadarsz! Add ide azt a könyvet! És most rettentő komolyan kezdem. Ide néz Gabi! Elég már olyan ostoba, hiszen ez olyan világos, mint a nap. Na nézd, milyen egyszerű! Na, ide figyelj! Ugye azt mondja, hogy kilenc kájhában ennyi nap alatt ennyi és ennyi bükfa. Tehát, ha ennyi és ennyi bükkfa kilenc nap alatt, akkor világos, ugye, hogy tizenkét nap alatt viszont nem ennyi és ennyi, hanem... Igen, apukám, eddig én is értem, de az aránypár... Dűbe jövök. Ne fecsek bele, mert így nem érte... nem érted meg. Ide figyelj. Ha kilenc nap alatt ennyi és ennyi, akkor tizenkét nap alatt mondjuk esetleg ennyi és ennyivel több. De viszont, pardon, azért nem több mégse, mert nem kilenc kh hanem 12-ben, tehát ennyivel kevesebb, vagyis ennyivel több, mintha ugyanannyival kevesebb volna, mint amennyivel több. Itt ugyanis az aránypár, az aránypár egyszerre világosság gyúl az agyamban mint egy villámcsapás, úgy ér a nagy megismerés, aminek hiánya húsz egy néhány év óta lappang és borong bennem. Úgy van. Most rájöttem. Nincs kétség. Akkor. Ott. Egészen nyilvánvaló. Úgy van. Nyilvánvaló. Az apám se értette ezt a példát. Lopva nézek. Gabi közben észrevétlenül kinyitotta a történelemkönyvet, és most fél szemmel azt a jelenetet nézi egy régi képen nagy kéjjel, ahol Kini Zsipál két törököt dögönyöz. Nagyot ütök a kobakjára, csak úgy csattan! Nesze! Majd bolond leszek itt, kínlódi veled, mikor nem figyelsz! Gabi bőg, mint két török együttvéve. Én pedig megkönnyebbülve ugrom fel, és a múlt ködén keresztül egy arc rajzolódik elém. Az apámé. Amint nagyot üt a kobakomra, vígan és megkönnyebbülve, mintha azt mondaná, hát tovább a fiadnak, én nekem már elég volt. És fütyörészve, zsebre dugott kezekkel, vígan indul el a sír felé, ahol egészen mindegy, hogy hány nap alatt égel kilenc köbméter bükfa, és hatvan-hetven év élet. Elnököltem az osztályvizsgán, az osztályvizsga, negyedik elemiből, tegnap volt a Váli utcában. Gabi, akinek ez kétszeresen nagy nap, hiszen nem csak az osztályból, hanem egész elemi iskolai minőségétől búcsúzik vele, jövőre már gimnazista, néhány jó akaratú atyai felvilágosítással próbálja megértetni velem, miről van szó. Dehogy is apukám, csóválja fejét elnézően. A bizonyítványt nem ma kapjuk, hanem majd az ára ünnepéjen. És a szülőknek sem mutatják meg? Hogy is ne? Senkinek a világon. A tanító úr megmondta a dudásnak, hogy abba az atya úristen se nézhet bele, míg ki nem osztják. Sértve érzem magam. Hát fogadjunk, hogy nekem megmutatják. Gabi oldalról néz rám, és a tekintetében udvariasan, de határozottan benne van a szánakozó feddés. Kicsit sokat képzelsz magadról, barátom. Ha a dudás papájának se, aki pedig mészáros, na jó, majd meglátjuk. Abban igaza van a gyereknek, hogy az iskolának van valami megszeppentő hatása rám is. A kiskönyv, amit évközben kapni szoktak, utasításaiban határozottan és kategorikusan beszél tanulóról és szülőről. Tanuló az tanuló, és a szülő az szülő. A tanuló tartozik ezt és azt mondja a kiskönyv ezzel szemben a szülő, vagy gyám, így és úgy, ekkor és akkor. A kiskönyv jóságosan, de szigorúan megszabja a szülő teendőit, és magatartását is az iskolával szemben. Az a furcsa, félig jóleső, félig nyugtalanító érzésem van, ha olvasom, hogy én, a szülő, tulajdonképpen szintén hozzátartozom az iskolához, fennhatósága alatt állok, tartozom elvégezni szülői kötelességem, a többit bízom rájuk. A tanuló az iskolában tartózkodik és tanul. A szülő közben otthon tartózkodik, és... Uh, izé, Melékesen szólva, miért hívnak engem szülőnek? Soha se szültem életemben. Akárhogy csűröm, csavarom, nem tudom legyőzni elfogultságom. És a nagyobbik baj, hogy Gabi ezt tudja, és természetesnek találja. Természetesnek találja, hogy az iskola szolgának azt mondom kicsit drukkolva, pardon, kérem szépen, erre van a negyedik osztály, és leveszem a kalapom. Gabi nem tudja, hogy a miniszterelnökség parád és portását egy gőgös, haj, a barátommal szólítanám meg. Gabi tudja, hogy szülős, tanuló közt az iskola szempontjából lényeges különbség nincsen, és nagyon helyes, hogy én is hegyen és félszegen baktatok el az osztályok előtt, melyeknek zárt ajtaján zümmög szűrődik hát. Még rám is szól. Pszt, apukám, itt halkabban kell beszélni. A negyedik osztály hangulata ünnepi. Virágcsokrok az asztalon. A gyerekek fehérben, csendesen suttogva ülnek. Még nem jött be a tanító úr néhány szülő a fal mellé állított szégeken, csendben és illedelmesen. A gyerekek végig megállapítják, hogy Gabihoz tartozom, mint szülő, azaz gyám, akinek az ajtó mellett a helye. Gabi előre megy a padok felé, könnyedén és otthonosan én, félszegen az ajtóban maradok, mint az inas, aki elkísérte gazdáját a klubba. Gabit körülveszik, Gabi is felélénkül. Csodálkozva nézem, milyen elfogulatlanul cseveg társaival, és irigylem, hogy azok milyen maguk közé tartozónak érzik. Szeretnék én is úgy beszélni velük, elfogulatlanul és hatalmasan, mint Gabi, de érzem, hogy zavarba jönnék, félszeg volnék, ők pedig megmerevednének, hűvös udvariassággal felelnének. Hiába. Ez a negyedikes tanulók osztálya, én pedig a negyedikes szülők osztályához tartozom. Nincs ez a forradalmi cselekedet, ami ezt az osztály különbséget megszüntethetné. Kezdem egészen árvának érezni magam. Oda megyek Gabihoz, aki két fiúval nevedgél. Halkan megszólítom, felén fordul, elkomolyodik, ő is halkabban beszél. Gabi, kérlek, mondom, közönyös elfogulatlanságot erőltetve, hol lehet ilyenkor a tanító úr? – Bemennék hozzá. – Nem lehet, apukám, a tanáriba nem mehet beszülő, majd mindjárt bejön. – Köhög, félreállok, a gyerekek szigorúan néznek rám. – De ime, jön a tanító, sietve. – Na, sugogás, mindenki feláll. – Én is, ijetten. – Üljenek le! – Most ima következik. Utána a tanító úr köhög, körülnéz, engem is észrevesz, nyájasan és kedvesen biccent. Én is mosolyogva válaszolok, később rajta kapom magam, hogy rögtön Gabira néztem, utána vajon észrevette, hogy milyen jóba vagyunk a tanító úrral. Önbizalmam kezd visszatérni. Számolnak. Nyolc, meg négy, leírom az egyest, marad. Folytasd, Gabi, Gabi fürgén ugrik a táblához. Izgatottan figyelem minden mozdulatát, hogy veszi fel a krétát, hogy húzza össze a szemöldökét a rettenetes nagy figyelemtől. Kinyújtott karjában a krétával úgy áll, mint egy vívó, akinek most kell megmérkőzni a négy szogletes alakú nagy feladatta. De rám nem néz egy pillanatra se. Közben váratlan esemény. Az igazgató úr csendben bejött az ajtón, egy kicsit nézi az ügyet, megismer és odajön hozzám. Egy Kérésünk volna! Nincs elnök a vizsgához. És ha már úgyis itt vagyok, tiszteljem meg az iskolát és a többi, szóval foglaljam el az elnöki széket. Érzem, hogy elvörösödök, és itt közbe kell szúrnom valamit, ami egyrészt a Váli utca iskola kitűnő igazgatójának szól, mint lovagias köszönet és hála a megtiszteltetésért, másrészt kevés számú híveimnek, mint magyarázat és mentegetőzés, én nagyon jól tudom, hogy nem vagyok se tanügyi, se másféle tekintély, és hogy semmi keresni valom az elnöki székben. De azért, ha kijelentem, hogy amennyiben a köztársasági elnöki széknek elfoglalására szólítanának fel, azt a kérést nem szerénységből utasítanám vissza. Talán megértik indokaimat, hogy miért voltam képtelen ezt a kérést visszautasítani, bármennyire tiltakozott szemérmem és szerénységem. Arról volt szó, meg kellett tudnom, látnom kellett, mit szól ehhez a dologhoz Gabi. Ha egyszer csak meglát az elnöki székben a tanító, sőt az igazgató társaságában, arról van szó, hogy meg kell mutatnom, hogy az én osztályomban, mint az életiskola negyedikese, én is vagyok valaki. Vagyok annyi, mint ő, az ő osztályában. Bocsássanak meg! Óvatosan megyek fel a katedrára. Gabi még felel, nem vesz észre. Csak miután visszament a helyére és felveti a szemét, csodálkozik el, ott látván az asztal előtt hanyagul, előkelően. De gazdanélkül csináltam a számítást. Amíg a fiú felelnek, minden jól megy. Helyeslően bólintok, fejemet csóválom, a földrajzvizsgántitokban titokban megcsodálom azt a diplomáciai tapintatot, azt a pompás ügyességet ahol szegény Magyarországnak szomorú földrajztörténelmi és problematikus alkotmányogi helyzetét intézi a pedagógia. És már-már úgy érzem, minden jól fog végződni, aláírom a jegyzőkönyvet, és módon van van bepillantani az előttem leverő naplóba és osztályfüzetbe. Ekkor, öt perccel a vizsga vége előtt, odajön hozzám az igazgató, és a fülembe súgja, amiről megfeledkeztem, hogy legyek szíves néhány szót szólni befejezésül egy rövid kis beszédet a tanulókhoz, amivel elbúcsúztatom őket, mint elnök. Puff! Ahogy előbb elvörösödtem, most elsápadok. Erre nem számítottam. Nem számítottam? Mondjuk ki egyenesen, nem készültem. És most megint közbe kell szúrnom egy szót azoknak, akik tartanak valamit ékes szólásomról. Ha Betlen István ő excellenciája szólít fel, hogy azt mondja, neki egy kis dolga van éppen, legyek szíves a parlament plénmú előtt rövid kis beszámolót a londoni út eredményeiről, legfeljebb azon tűnödöm, méltó-e a politikai meggyőződésemhez, de pillanatig se aggódom, vajon mint szónok, méltó vagyok erre a feladatra. De értsétek meg, öt perc múlva beszélnem kell. Mit beszélni? Felelnem kell. És Gabi itt van. A Gabi, akinek annyiszor magyaráztam, milyen szépen és bátran és okosan kell felelni, ha az emberre kerül a sor. Több szellemi munka előtt ekkora erőfeszítést nem fejtettem ki magamban, mint most, öt perc alatt. Mi a csudát beszéljek? Egész könyvtára való elmélete a gyerekpszichológiának átsuhan tudatomon. Pedagógiai jelvek törmeléke örök kapkodó fejemben. Haza, kötelesség, hála, derékpolgára a társadalomnak, intő példa, izé, lobogó fákja, kosútlajos, bőrharisnya, buzgalom és kitartás, egy szebb jövő gyümölcse gyanánt, csúzli... Hideg veríték lepi el a homlokom, csönd lesz, vége a vizsgának. Az igazgató szánakozóan néz rám. Előre Kedves gyerekek! Feszült figyelem. Gabi tágra mereztett szemekkel bámul. Kedves gyerekek! Én is voltam negyedikes elemista, bár most már felnőtt, nagy ember vagyok, láthatjátok a hosszú szakállamon, bár a nevetnek, ilyetten állok meg. Persze, hisz nincs is szakállam, méregbe jövök. És akkor, mikor vége volt a vizsgának, az volt a vágyam, hogy ez a bácsi, aki ott beszél a katedrán, minél hamarabb fejezze be, hogy már mehessek, tehát, Isten veletek! Gabi hazamenet büszkén dicsekszik, hogy a dudás odajött hozzá, és azt mondta el ismerően. A te apád beszélt. Közölte Gabival, amennyiben nem vette volna észre. De utána a dudás férfiasan kezet fogott vele, és én éreztem, hogy kezdek imponálni Gabinak. Szeretem az állatot. A kis házi nyúl mindjárt nagyon megtetszett, mikor a konyhában letették. Buta a kedves kis feje, ilyet szemei, és látsima szőre. Azt a jellemző gyöngét pártoló szeretetet érzem, amit nagyon jól ismernek kezdő szerelmesek, akiknek kicsi és macska nőkkel akad dolguk. Nem akarok semmit tőled, te fehér ilyet, kis nyúl, csak meg akarom simogatni a fehér bundádat, hátrafelé és óvatosan, hogy jó lessék neked, ölembe vennélek, és a kis fejedet simogatnám, hogy megnyugodj és jól érezd magad, biztonságban és elhit, hogy nincs okod félni, nem kell tartanod semmitől, én vigyázok rád és megvédelek. Ezt érzem, egészen melegen és önzetlenül, felolvadva ebben a védő, önzetlen, odaadó szeretetben, és a kis fehér nyúl után nyúlok, hogy megsimogassam. A kis nyúl azonban, ilyet kis dög, riadtan lelapul, és kifut a tenyerem alól be a konyha szekrény alá. Te csacsi kis nyúl, mondom neki fejcsóválva, lám, milyen kedves, ostoba, ilyet kis nyúl vagy te. Hát most azt hiszed, hogy bántani akarlak? Megfogni, mohom megragadni, agyonütni, megenni, mert erősebb vagyok nálad, de érzd meg, hogy szó sincsen mindenről. Hát persze, hogy erősebb vagyok nálad, és mindezt megtehetném, de hiszen éppen arról van szó, hogy nem akarom megtenni, nem érted? Sőt, gyöngéd és kedves akarok lenni, meg akarlak simogatni, meg akarok feledkezni önmagamról, a magam jogairól, vágyairól, élvezeteiről, te miattad, akit meg akarok simogatni, hogy dobogó kis szíved megnyugodjon, és jól érezd magadat, egész finom, bájos, törékeny, félén kis lényedet. Ezt gondolom megindult lélekkel, és egy piszkafával piszkálom a kis nyulat, hogy kijöjjön a konyha szekrény alól, és én megsimogathassam. A kis nyúl előbb húzódik a piszkafa elől, orcimpály idegesen, rémülten táncolnak, aztán úsgyek, kiugrik, átfut a konyhán, bebújik a csarokba. Utána megyek, és óvatosan legugolok melléje. Ejjje, mondom neki, hát milyen ostoba vagy, hiszen még sokkal jobban reskéc és félsz, mint az imént. Persze ez érthető a te elfogult és szűk kis értelmet szempontjából, mely azt súgja neked, hogy abban a makadságban, amivel utána jövök, csak a vérengző vadállatok mohósága rejlhetik, és amely nem tudja megérteni az erősebbnek fejlettebb erkölcsi érzését és altruizmusát. No, most már aztán tényleg meg kell, hogy fogjalak, meg kell, hogy simogassalak, azzal az érzéssel, amit most érzesz irányomban, s mely vérszopó tigrisnek láttat engem, ezzel az érzéssel igazán nem hagyhatlak magadra. Be kell bizonyítsam neked, hogy Mennyire tévedtél, hogy mennyire nem azért akarlak megfogni, hogy átharapjam a torkodat, hanem csak önzetlenül meg akarlak simogatni. Kellemessé akarom tenni az életedet, és nem számítok se hálára, se ellenszolgáltatásra. Óvatosan kinyújtom a kezem, és már a nyakán vannak ujjaim, mikor egy kétségbeesett ugrással kirántotta magát, fuldokolva nyifogott, és szétterpesztett lábakkal lihegve, halálos félelemben bebújik a kája alá. Nyelek egyet, és érzem, hogy a vér a fejem beszáll. No, igazán példátlan butasággal van dolgom. Most mit tegyek? Abba hagyjam. De akkor azt fogja hinni, hogy neki volt igaza, hogy tényleg meg akarom enni, vagy agyonverni, és most kifáradva, egyelőre lemondtam szándékomról. A kájha elé fekszem, és benézek a kájha alá. Ott kucorog apróra összehúzódva, és fekete szemeiben kimondhatatlan félelem csillog, amint tekintete az enyémmel találkozik. – Most már igazán megharagszom. – Te szamár, mondom neki elkeseredve, hát nem hiszel semmiben, ami szép és kedves. – Hát nem hiszel az önzetlenségben, a gyöngétségben, hát nem hiszel a szeretetben, mely nem számít hálára. – Hát hogy bizonyítsam be neked, szerencsétlen, hogy milyen alantasan, milyen megvetésre méltóan gondolkozol? Persze a te buta és rossz kis fejedben csak aljas, durva és erkölcstelen képzetek nyúzsögnek, harapásról, verésről, az erősebb kajánságáról, amivel elpusztítja a gyöngéket, te, te undok kis féreg! Hát nem akarod elhinni nekem, hogy van harmónia, van bensőséges, könnyes megindulás, mely a gyöngeség, szegénység, tehetetlenség láttán elfogja a lelket? A teremtésit annak a nehéz fejednek csak azért is bebizonyítom neked, hogy van. Most már hirtelen és mérgesen kapuk utána, erőlködöm, kivörösödöm, a nyelvem kilóg, megbotlom, leesem, négy futok utána be az asztal alá a dézsa mögé, beverem a fejem az ajtófélfába, kiszakad a kabátom, a fogalmat csikorgatom, és egyszer már meg is kapom a füle itt, de ő lihegve, most már hangosan makogva kitépi magát, megharap, és a kamrában elbújik a hasábfák mögé. Most ott van, és nekem szét kellene szedni az egész halomfát, hogy megtaláljam. De szétszedem, szétszedem én, ha addig élek is, szétszedem, és megfogom, és megragadom a füleit, és felkapom a levegőbe, és megforgatom, és a falhoz vágom, és szétlocsantom a fejét, azt az ostoba makacs szamár fejét, amivel nem akarja megérteni, hogy csak meg akarom simogatni. A papám hat hónapos fiú naplójából. Elhatároztam, hogy feljegyzek magamnak néhány megfigyelést, amikre később, mint naturalista írónak szükségem lehet. Szűk környezetem csak kevés teret enged a szemlélődésre, s így egyelőre néhány állandó jelenséggel foglalkozom. Ezek között az én szolgálatomra kirendelt személyzetnek egyik sajátos alakjával, aki hetek óta igyekszik már érdeklődésemet felkelteni önmaga iránt, olyan makacs, jobb sorsa érdemes buzgalommal, ami bizonyos jóindulatú és leereszkedő szánalmat vált ki belőlem. Ez a személyzetem középtermetű, kuszált hajú és sárgás arcbőrű ember, egyebet nem tudok róla. Nem is érdekel, bár mondom, sokszor igazán meghat az a buzgalom, amivel észre akarja vétetni magát. Állandóan körülöttem kuncsorok, a legkisebb jelre odaugrik hozzám, és naív, lelkesedő arcán csak úgy világít a forró vágy, hogy valamiben szolgálatomra lehessen szegényke. Főleg az utóbbi időben minden igyekezetével azon van, hogy megjegyezzem az arcát és a nevét. Naponta százszor bemutatkozik nekem. Papa, papa, én a papa vagyok! mondja újra és újra, kétségbeesetten és reménykedve, hogy talán egyszer mégis méltatom majd arra, hogy megjegyezzem magamnak. Annyit erőlködik, hogy most már körülbelül tudom is, sőt, ki is tudnám mondani a papa szót, de direkte nem teszem, az ember ne bizalmaskodjék a szolgáival, az sose jó. Nem kell, hogy elbízza magát, kis eleget a terhemre van. Bár ismétlem, ez a kutya hűség bizonyos szánakozó jó indulatot kelt bennem. Bokros teendőim közt, most kezdenek kibújni a fogaim, nagyon el vagyok velük foglalva, néha futólag gondolok rá, Miféle ember lehet szegény? Múltkor, reggel még ágyban fekve, miután néhány parancsoló kiáltással berendeltem mama nevű szolgálommal a reggelit, és jó ízűen elfogyasztottam, eluntam magam. Szórakozottan nézegettem körül, és megpillantottam őt, az asztal előtt ült valami fekete rudacskát tartotta kezében, és ezzel a rudacskával kapirgált egy előtte heverő papírdarabkán. Hirtelen szánalom fogott el. Milyen fejletlen, tudatlan ember lehet lám. Ott van a kezében egy tárgy, előtte az asztalon papír, és ez a gyermekes, csacsi ember, ahelyett, hogy mind a kettőt bedugná a szájába, mint ahogy értelmes emberhez illik, egyikkel kapirgálja a másikat, mint a viszketne neki a papír. De ez még semmi. Egy másik hajlott végű csőnek a végét meg néha a szájához emelte, füstöt szít belőle, aztán megint kifújta, ahelyett, hogy az egész csövet megpróbálta volna lenyelni. Szegény, szegény, buta ember, hiszen ez még azt se tudja, hogy a dolgokat, amik a kezünkbe kerülnek, kivétel nélkül be tudjuk dugni a szájunkba. Ez az egyetlen mód, hogy kívül ne maradjanak. Mondom, nagyon megszántam, és halkan felnevettem. Persze rögtön oda nézett, felugrott, és sugárzó arccal sopánkodva futott hozzám, mint egy kiskutya. Kegyesen rámosolyogtam, hogy buzgalmát megjutalmazzam, és megengedtem neki, hogy időközben átnedvesedett toalettemet szárazzal cserélje ki. Ezután intettem neki, hogy leülhet mellém, sőt, azt is tűrtem, hogy felemeljen és ölébe tegyen, Mindezt azért, mert kíváncsi voltam rá, mit mivel azzal a fekete rudacskával, minek az neki szegénykének. Kö, kö, mondtam neki értelmesen franciául. Köfet vó, ezt akartam kérdezni. Erőlködve figyelt, hogy megértse, mit parancsolok, de rögtön láttam, hogy szűk kis agya nem fogja fel jelentését. Zavartan elvigyorodott, és ismételte, amit beszéltem. Kö, kö, mondta, is, ugrált, mint egy papagáj. Bosszantott ez az együgyűség, és kicsit összehúztam a szemöldököm, mire akkodva és ijedtem figyelni kezdett. – Kacsikó! – mondtam neki, de ez se értette, csak mondta utánam. – Egyő! – próbálkoztam most már haragosan, de nem tudott értelmesen felelni. Homályosan érezhette azonban, hogy akarok valamit, mert dadogni kezdett. – Bubu, mondta. – Bubuka! – és más ilyen értelmetlen, artikulálatlan szavakat ejtett. Lehetetlen ember, igazán nem megyek vele semmire. Megfogtam a fülét, és szibálni kezdtem, erre visszarántotta a helyet, hogy értelmes ember módjára levette volna a fejéről, hogy ide adja nekem játszani. Látva, hogy reménytelen az eset, meguntam szegénykét, és hangosan kiabálni kezdtem, hogy jöjjön a másik személyzet, és vigye innen ezt az embert. Jött is már futva, jól összeszitta a papát, és átvett tőle. Szegény papa, elszontyolodva, lehorgasztott fejjel ódalgott vissza az asztalhoz.